Morning Show. Magyarország első és egyetlen morning show-ja. Jó reggelt! És most, hölgyeim és uraim, elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Ez itt a Morning Show. 6 óra után vagyunk 9 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Picit még szét vagyunk esve, de jövünk. Jövünk, onnan indulunk, igen. Minden máshol innan indul. Hello Feri, jó reggelt. Hello, ciao. Jó reggelt. Hello Jani, neked is jó reggelt. Sziasztok, mindenkinek. Jó reggelt. Ha van egy fölösleges szivacs valahol, ami nem ebolás. Igen, megint. Az dobjátok ide, de csak olyat, ami nincs hepatitis A, B, C, HIV, Ebola. Ezek szerint még soha kellett haza kimosni. Kaptam egy ilyen nagyon... Nem azt használt a zsűr. Ezt, aminek csak az egyik oldal penészes. De rosszul néznek ki ezek. Mikrofonszivacsokat keresünk, drága hallgatók, csak hogy tudjátok, de hát itt cserélgetjük. Mindenkinek van sajátja elvileg. Én nem tudom, ezt valaki... Használja a sajátját? Ti hát én de. Ja, de. Én hordom. Hát jó, de jó, az egyetlen egy expedás, hogy ez jó. Igen, nekem csak a saját baktériumért tudok megpusztulni. De hát egyébként az jó érzés, ha már az ember beteg, akkor legalább a sajátjától legyen beteg. Legalább az enyém volt. Ne attól, hogy igen, hogy nem tudom, valaki más belebeszél. Na, hazavisszük az egyiket. Jó, és akkor kimosok meg. Jó, megoldjuk. Hétfő van, és ami a leges-leges legfontosabb hír, egyrészt baromi jó így elindulni, hogy világosan is, és látod a napot, és tiszta égbolt van, és látod a repülőket, és egy csomó mindent át tudsz gondolni útközben. De hogy hétvégére 20 fok. Ez az. Nagyon nagy. Igen, általában igazi tavasz. 20 fok. És hosszú meleg, hétvége. És hosszú hétvége, és igazi nyári időt mondom. Na, talán egy kicsit túlzás. Tavaszi, ne túlozzunk nagyon. Ne hazudjunk nagyon sokat, nem? Tehát a nyári idő azért az talán kicsit erős tudás. Szóval igazi tavaszi idő lesz hétvégén. Téli gumikkal jövök a tárolóba, vagy akár mondod, tényleg le kell cserélnem. Le kell pattintani róla most már. Tartósan 7 fok alatt lesz, illetve 7 fok felett lesz a hőmérséklet, úgyhogy mehet vissza szépen oda. Csak akkor, ha tartósan 7 fok. Nem bózkodunk. De mi van a reggelekkel? Ott 0 fok van, meg én most például 3 fokba jöttem. Akkor mi van? Na? Erre van gombot, kis tesó. Ja, akkor villamosan jött. Tehát, ja, az is igaz, hogy bejössz és így cseréltetsz. A fémkerekeket nem kell cserélted. Vagy reggel átcseréled, és utána mindig nappal visszacseréled a nyárét. Este megint lecseréled, és télibe jössz be reggel. Hát, vagy reggel a téli autóval jövök. Na, az meg a másik. Csak azért mondom, mert reggel még mínuszok vannak egyébként. Sőt, van, ahol még tényleg mínusz van. Persze, nem? Erre mondjuk, jó, nincs megoldás. Tehát határozz el, hogy melyik időszakban fogsz többet autózni. Nézd meg, nappal vagy éjszaka? Nappal az ember többet. Csere. Nappal az ember többet megy, úgyhogy lehet cserélni. Hétvége jó volt, minden rendben volt. Jó volt, nyugis volt. Nagyon egy kicsit én belehasítottam a szombat éjszakába. Na! A budapesti éjszakába elvittem a haverjaim valami új, egy ilyen, hát nem új, nekem volt új, egy ilyen több tételből álló szórakozó helyre, ahol, hát gyerekek, ezt az erkölcsi fertőt, ami megy a Budapest, fúj. Na, mit láttál? Hát, fiatalok, szörnyű isznak, érted? Biztos, hogy az italokba belekevertek valamit, mert tegnap mindenki nagyon beteg volt a csapatból, aki elment, szerelmek szövődnek az éjszakába, táncolnak, és hát szörnyű, komolyan. Mondj valami, hogy rossz, mert eddig ez nekem mind tetszik. Mondj valami olyat, ami baj. Nekem is tetszett, reggelig mókáztunk. Merre voltatok? Hát a belváros. Belváros, Gozdu, vagy ilyen... Nem, mert fogas. Fogas? Valami ilyesmi volt a neve a helynek, és akkor azt néztük meg, én még nem voltam. Jó, azt mondja mindenki azt mondja, hogy ez nagyon jó hely, úgyhogy én még nem voltam soha, de hogy az a romkocsmás terület, ugye romkocsmás. A Kazinci utca része, arra felé? Igen, a lepukkant város. Én azon gondolkoztam, hogy aki ott lakik, az mit csinál? Vagy laknak még ott emberek? Ez egy jó kérdés. Hát, figyelj, mi reggel 6-kor mentünk haza, hogy őszinte legyek. Az ott lakók is reggel mennek haza, mert akkor már csendben biztos. Ja, egy ilyen váltásban megy a dolog, hogy ha mondjuk alád nyit egy ilyen hely, mit csinálsz? Én szoktam gondolkozni, amikor arra megyünk. Hogy elköltözöl, megpróbálod eladni a házat? Hát kiadod, eladod, igen. Hát, de lehet, hogy kapnak egy részvénypakkot. Ja, hogyha jó megy a hely, akkor jár belőle a kis apró pénz. Szóval ott pihenni ilyenkor szerintem lehetetlen, de az egész belvárosban, tehát azt a randalírozó csürét fúj még hát az a Vigalmi negyed ott, az a Fuli negyed. Az a Vigalmi negyed. Az a Kazinci utca, romkocsmás rész, ugye Király utca, a Kazinci utca. Hát az
Él a belváros, nincs ezzel baj, de szerintem. Lüktet. Egész pontosan lüktet, mondom, akkor van baj, ha esetleg te aludnál ott, mint lakó. Bár azt hiszem, ennek a helynek pont úgy van megcsinálva a tetejé, hogy így hosteleket csináltak, tehát aki oda megy, azt tudja. Azt tudja, hogy miért megy oda. Aha, a felettel őszintet feltöltötték betonnal is. És akkor ennyi a történet. De hát egyébként meg nagyon-nagyon jó, hogy ilyen a budapesti belváros, tehát tényleg, hogy egyik helyről a másikra lehet vonulni, mész ilyen helyre, olyan helyre, szerintem nagyon-nagyon pazar, nagyon jó. Kár, hogy a mi fiatalkorunkban ilyen nem volt. Hát igen. Na de most azért még lehet hasítani, én még nem mentem így bele, mert még a hidegben mi nem annyira megyünk, de mikor jön a jó idő, hát akkor az a rész ott nagyon jó. Igen, de ki tényleg kint állnak mindenütt, óriási dolog, egy csomó külföldi van, tök jó mostani ilyen 20 évesek közül már ugye nagyon sokan beszélnek nyelveket, és egy ilyen hihetetlen olvasztó tége az egész. Jön a külföldi, dumálnak a magyar fiatalokkal, marha nagy, tényleg jó. Igen. Sajnálom, hogy ezt a elmúlt 30 évet elbussant nekünk. És a vonulás részében abban mi a ráció? Hogy mész egyikről a másikra? Aha. Hát ezt nem tudom, biztos, ott meg, itt megunod, átmész a másikba. Vagy ott jobb a zenét, meg jobb a kaja? Igen, lehet. Hát ezek nem nagyon esznek már, ezek a mai gyerekek. Aha. Este legalábbis, szerintem ott csak ital van. Igen, valószínűleg itt azt mondod, itt kevés a jó csaj, vagy kevés a jó pasi, átmész a másikra, vagy haver rád ír üzenetet, figyelj, mi a másikból vagyunk, akkor átmész. Nem tudom, hogy mi a vonulás. Nem, érdekel, csak a Lőrincből mentünk a Kalázba, vagy a Kalázból a Lőrincbe. Az se volt rossz egy helyre. Highlife-ból a Haligaliba, Haligaliból a Highlife-ba. Haligali, Highlife, hát ezek nagyon menő szórakozók voltak akkor. Hát akkor még nem volt ez a romkocsma időszak, fizetős pénzes, és akkor Highlife-ból átmentél a Haligaliba, vagy is a kupon. Fordítva ugye, meg még egy-két helyre. Balatonon is volt egy-két ilyen ikonikus hely, ezek egyébként még mindig állnak, ami a mi fiatalságunkat jelenti, tehát hogyha megnézed, hogy mit tudom én, Dexion diszkó, az alsóőrsi Dexion, hát az... Ez még van? Én azt hiszem, hogy akik mindig vannak, igen, hát ezek a neves, annyira jó, helyek, Dexion. Az alsóőrsi Dexion, találkozunk alsóőrsön, a Dexion. Szóval ezek jó kis nevek voltak, meg hát elég sokat bulisztunk arra, amikor az ember 20-25 éves. Elmész most pátni, osztagikus élményként megnézed, megnézzük. Már nem feltétlenül a mikorosztályunk van benne, de egyébként nem is baj. Forma 1-et nézte valaki? Már itt jó volt, izgi volt. Nem, izgalmas. Igen, Alonso balesete miatt is izgalmas volt, meg Rosberg elég jól kezdte az évet, már hogy behozta az elsőt, de hát várjuk meg a végét, szerintem ez megint a Hamilton lesz. Én nagyon bírom ezt a Hamilton gyereket egyébként, egyre jobban. Végre Laza. Valaki, aki színes egyéniség a Forma 1-ben, és nem mind olyan merev, kivéve mondjuk a Raikkonen, meg bulizik. Nem úgy értette a színes egyéniséget, ne írjátok. Nem, semmiképpen ne úgy, hogy végre színes egyéniség, de semmiféle, ne küldjetek el, hogy van létszik. Rasszista felhangok a Morning Show-ban, az NMHH-nak is üzenjük, hogy csak óvatosan. Félre. Értékeljük az irántunk való törődést az NMH-nak, hogy mostában ennyire sűrű monitoroznak bennünket, legyenek szívesek az egészet szövegkörnyezetben meghallgatni. Jó, legyen most a 10-ből ez az egy, amit nem értetek fél. Igen, tehát ezt most létsz, és direkt ne értse félre az NMH-t, se adjátok át neki, tehát színes egyéniségnek mondom, aki valójában az. Mert egy partira jár, és posztolgat, és bulizik, és de közben jó a sportpályán, de végre egy kicsit látod, hogy olyan, mint a régi Forma 1-es pilóták, hogy van egyénisége, meg nem tudom. De nem láttam ennek ellenére a futamot. Hát az időmérő az kudarc, a gumitaktika az nagyon jó. Aha. De nem tudom, ez mit jelent, mert én nem szeretem a Forma 1-et nagyon. De ezt akkor ti is tudjátok. Nem. Ki nyert? Nem. Ja, Rosberg. Rosberg Hamilton volt a második, Fettel a harmadik. És Alonso? Hát Alonso nagyon bukott. Kiszállt abban a kocsiból, igen, megnézze az már egy csoda. Úristen! Tehát, hogy meg tényleg megnézte a fotót, és így, mint hogy egy ilyen óriás összegyűrte volna, arra járt volna egy barlangitról, és akkor... és ennyit csinált van az autóval, és kiszállt belőle. Szinte sértetlen. Igen, igen, azt láttam, azért nem láttam a futamot, nagyon megnéztem, az egy óriási bukás volt, igen. Gyoko viszont megint hozta a kötelezőt, hihetetlen, viszont ezt a Williams lányt, ezt egyre többször el lehet kapni már. Hát úgy azért, igen, mit hallottál? Én csak teniszről akartam beszélni, de akkor... Évre egyre inkább Vinyensznek mondhatom. Hallottál valami? Most már egyre nyitottabb vagyok a világ minden csodája. Én néztem, Djoko Nadát néztem, és nagyon tetszett, amit láttam. Nem Djoko oldaláról, mert hogy ő érintetetlen, hanem Nadal oldaláról, úgyhogy én reménykedem. Lassan kapott ki, ez azt jelenti? Most már azt a Nadát láttam, akit én szeretnék, és nem láttam az elmúlt egy-két évben, úgyhogy nagyon reménykedem benne, hogy idén már visszakapjuk az igazit.
itt. Az első szett az már olyan volt, mint régen. Aztán hát Gyoko beindult, és embered az elképesztő most. Tehát, hogy te bármikor, bárhol vagy, tegyél rá, ha bárki fogadást lehet. Nem érdemes, az a baj. Tehát, hogy miért nézed a fogadási oldalokat, 1-0-1 a szorzója. A Raonicot azt 5-1-nél, 6-1-nél, 6-2-nél ki is kapcsoltam. Uh-huh. Tehát azt nem, a döntőt nem néztem meg, mert nem, ez a Raonics gyerek azért ez még nincs ott, ahol kellene, hogy legyen. Viszont hát Nadal meggyőző volt, úgyhogy jó lesz. El is határoztam, hogy el is megyek most valamelyik versenyükre. Mi játszanak itt a hát, pályán? Leugrom a rómaira. Rómain ütögetnek egyet. Hát, gyerekek, ha már tenisz, ünnepélyesen szeretném elmondani nektek, hogy hétvégén versenyen voltam, teniszversenyen. Na, játszottam egy nézőt, vagy mi van? És a csapatunk csapatban játszottam, közéleti Istenem. Személyiségek, politikusok, üzletemberek és közéleti személyiségek. Ezt a labdát te adod vissza, egy rongáltatok. És elhoztuk a kupát. Oh! De csak a harmadik helyezettét. Igen, elhoztuk a kupát, de nem mi nyertük meg. Csak igen. Harmadik helyzet, holnap képes összeállítás a Nemzeti Sportban. Ne, csak nem, csinál, már, nem már. Kim volt az MTVA is, de nyilván ki leszek blőrözve. Így van. Ki az a foltot? Valahogy ilyen blőrözött fej fogott rohangálni, tudod, homályos felsőtesttel. Ők is forgattak. Egyetlen probléma volt, hogy Kulka Jánossal játszottál és Gálölgyi Jánossal. Illetve volt egy vegyes párosod és Szabó Patriciával, és sajnos senki nem volt. Sajnos négy blőrözött fej rohangál. El is találtam az opciukat véletlen, és mondta, hogy de persze, MTVA, igen, mondom, veled nincs véletlen. Bajom. Mondom, veled nincs bajom. Harmadikok lettünk, képzeljétek. Nagyon-nagyon színvonalas, jóféle kis szombati versenyen voltunk. Még egy számot, hogy hányan csapat indult? Négy. Nem, öten indultunk. Nem, jó, négy csapat között. Volt, négy. Üzletemberek, ellenzék, közéleti személyiségek és kormánypárt, vagy mit tudom, én nem tudom. Tehát, hogy így volt. Mi ez? Nem média személyiség, hanem közéleti személyiségként indultunk, és na, de ki volt még a csapatban? Mi háromból három meccset nyertünk. Ki volt még veled? Vagy nem lehet elmondani? A Koncai Viktor volt, a Szikora Robi volt, meg még néhányan, csak én velük nem találkoztam, csak a párommal, mert mi egy sátorban játszottuk végig. A csapatot többi része más sátorban játszik. Tehát voltunk azért jó páran. Mi háromból három meccset osztunk, gyerekek. Megvan a kupa, nagyon lefotoztam. Csak mit csináltak a Szikorái? Tessék? Azt hiszem, ők is nyertek, meg kikaptak. Tehát ők vegyesen hozták. Úgyhogy megvan a kis kupa. Hát, gratulálunk. Nagyon. Volt eredményhirdetés, átvettük a kupát szombat. Feláltatuk a dobogó harmadik fokára. Rövid köszönő beszéddel zártuk az eseményt. Nagyon jó, nagyon jó. Kigyaláztatok le. Hát minden más csapattal játszol. Tehát játszottunk egyet a azt hiszem talán a kormánypárt, ellenzék, üzletemberek. Tehát három meccsünk volt. Te jó. Három meccsünk volt. Oh. És akkor ti voltatok a veszélyesek, mind a három. Jó, nyomtuk. Megvertük a szívertot, a vonát, meg a mészáros. Ebből mi lesz? Igen. És labdaszedőnek használtuk kövér. Hát nem ilyen vezetőélvonalbeli politikusok, tehát hogy nem az áligából, hanem már akik régen voltak, meg ott voltak, meg mit ellenzékben vannak, meg nem tudom, de nem a Torgyán Türmer. Igen, csoda, hogy megvertük őket, de döbbenetes volt a Torgyán, ahogy szervál. Futottak még kategóriát, de azért. Elképesztő. Na mindegy, úgyhogy további meghívásokat vállalunk, megyünk, és ahova hívnak, indulunk versenyeken. Ez jó. Na most a Városgazda Sportakadémiának a hétvégi ilyen kis nyílt napján voltam, és bekövetkezett az a pillanat, amit picit vártam, meg egy picit féltem is tőle. A lányom úgy legyalázott már rövid távfutásban, hogy így nem hittem el. Gyorsabban fut, igen, képzeljétek el, hogy volt egy, ki volt rakva, ilyen kis radalkontrollos mérési lehetőség, igazán, mint a profiknál indulsz, és ahogy indulsz, rögtön indul az óra, beérkezel, akkor két radar állomás között elfutsz, és akkor áll az óra, és mellette hatalmas ledes kijelző, és nem tudtam megverni a lányomat. De 100-an futott, vagy 60-an mennyi? 20 méteren. Ott egyébként még inkább kiélezett a dolog, mert ott nagyon kevés időd van arra, hogy felgyorsulja. Tehát így hirtelen robbanni kell, és a gyereket nem tudtam megverni. Hát már nem úgy robbansz, mint ő. Igen. Hát nem. Hát nem, szerintem azért nem ciki, hát már mi idősek, 45 évesen, hova hátra robban? Ja. Nem, ő fokjárásban volt, tudod, hátrafelé. De annyira jó volt, és tök jó volt látni azt, hogy amikor ilyen versengésről van szó, akkor ki lehet robbantani őt is ebből a fajta kis unottságból, meg kis apád, olyan kis... Nem sportos sem, mint egyébként? Hát a kis lovaglás az így becsúszott neki, de aztán becsúszott egy csúnya esés is a lovaglás közben, úgyhogy most erről egy kicsit lefűzött. Elveszi az ember kedvét, igen.
Igen, ugye? Igen, de sikerélmény most egy ideig hiányzott. Az elején estem lóról, az nem annyira jó. Igen. Nem kellemes, de azt szokták mondani egyébként, akik értenek a lovagláshoz, hogy kétféle ember van, aki már leesett, meg aki még nem esett le. Tehát, hogy ez sajnos ez benne van a pakliban. Ha lovagolsz, és azt mondod, hogy még soha nem estél le, a lovastársadalom nem vesz komolyan. Tehát, jó, akkor vicceltél, vagy mi? Nem, az, hogy még nem vagy igazi lovas. Aha. Estél már nem. Jó? Na, hagyjuk. Ezért lesz már az első edzésem. Azonnal indul, hogy volt egy nagy, és akkor tudják, hogy fel vagy avatva. Ha még nem estél, és ugye elmész a tereplovagolni, és nem tudják, nem estél még, akkor még olyan hobbi lovas. Aranyos kísérletezik. Jó, de 20 éve nem estem le, akkor is. Nem vagy lovas. Szóval... De ez az óriási gondolom, ez a feeling, amikor a saját gyerekeddel elkezdesz el így versengeni, és ilyen tényleg ilyen ki van hegyezve az egész, hogy győznöd kell, és nem nyomhat le, és most három helyen meg van húzódva mind a két combom. Attól a 20 métertől? Nem áll? Fény, nem hiszed el. Hát ötször futottunk egymás ellen, és tudod, ez amikor inalsz, de tényleg, mintha az életedért futnál. Hát érted? Az első. Na, jó, de az első. Te sokat futsz megedzed, hogy 5-20 métert, azért ne legyél jó, de nem, azért. Ez az nem sprintelek. Tudod, hogy de... 5-20 méter. Na, jó, de milyen tempóban. Mint a golyó. És mind az 5-ször oda vágod. Igen. Nem tudtam lenyomni, basszus. Nem ment. Nem rajtól jössz jól, te hosszabb távon futsz jól. Hát én rossz a rajtól, javítanak kell. Igen, 30 méteren már megvenni. De 20-as volt a pálya. 10 kilométeren meg pláne, de hogy egyébként, de mondom, marha egy érzés volt. Tehát, hogy ott látni ezt egy gyerekot inal mellettem, hogy engem is egyébként így spanolt, húzott, így pörgetett a dolog. Tök jó dolog. Mondjan akkor meg. Na mindegy, ma nem kap ebédet nyilván. Na hát egész hétvégén semmi. Holnap után. A desszert ugrott egy hónapra előre. Nem volt semmi. Na megmutatjuk gyorsan, mi történt velünk tegnap. Jó, most van időnk egyébként, nem is kell annyira rohanni. Nem volt reklám egyáltalán a zene után, vagy zene előtt, ami nem baj persze. Mindegy volt, csak nem ment a pult. Azt mondja, hogy mit mutatunk meg. Ja, igen, az Exec cuccait mutatjuk meg, mert hogy ugye Feri megtalálta a diploma munkáját, ugye? Pontosabban nem is ő. Hát nem is én, hanem a régi lakhelyemen egy hölgy jelentkezett, hogy ő megtalálta az én diplomámat, kint kidobva a földre. A akkori drága barátnőm döntött úgy, hogy ez így vett véget ennek a dolognak, bár már 10 éve nem vagyunk együtt. Megszabadult a cuccaitól, és arról kezdtünk beszélgetni, hogy mi van az Exec cuccával a jelenlegi párkapcsolatban. Ez kicsit mindenki máshogy gondolta, ugye? Mit kell csinálni? A csajok miért dobják ki az Exec cuccait, a pasik miért nem haragudnak a cuccokra annyira? És mi a megoldás, ha a jelenlegit kevésbé tűri azt, hogy van egy pulóvered, egy kedvenc könyved, egy farmerod, vagy esetleg egy gyűrűd az Excel-től. Erről beszélgettünk, ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Morning Show. Pontosan 6:30 van. Szép reggelt azoknak, akik esetleg most keltek. Most még azért mindenki öltözzön fel jól, mert hűvösebb a reggel, de napról napra melegebb lesz. És aztán csütörtökön jön az igazi felmelegedés. A robbanás. Jön a robbanás, így van, csütörtökön 20 fok. Ez sem meg egyáltalán nem lesz a hét. Hát holnapra mondanak valamit, vagy legalábbis egy kis esélyt adnak rá, hogy lesz, de egyébként az egész hetet megúszuk. Így van, szép idő lesz, jó idő lesz, úgyhogy jön a tavasz, most már úgy néz ki. Na, új hét és teljes hét, úgyhogy lehet jelentkezni játékra. A múlt hetet behúztuk, ugye? 3-0-ra. 3 napos volt a munkahét. Az szép eredmény. Megtettük, amit meg kellett. Lehet jelentkezni játékra. Jó, ha valaki játszana velünk, akkor írjon SMS-t. Mi pedig jövünk Ákos híre után. Ha mit nyávog ez a Beyoncé éte? Milyen volt? 10 perc, a pontosan 7 óra, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, örülök, hogy Bíró Ica énekelni kezdett. Írja valaki. Na, új hetet kezdtünk, ugye? És hát ez azt jelenti, hogy kipihent játékosokkal a nyerés reményében találkozunk majd nem sokára velük. Mert hogy teljes hét van, ugye most van teljes hét, és jövő héten, igen, jövő héten van Csonka. Jaj, de jó lesz. Jövő héten van Csonka, itt így van. Na, hát akkor megnézzük, hogy ki a hét első játékosa. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt! Halló! Halló, szia, Marika vagyok, Pápáról, és játszani szeretnék. Marika, hello Marika! Marika, szia! Hello, mindent elmondtál magadról, Marika Pápáról. Mit csinálsz te ott, Marika Pápám?
Varrónő vagyok. Varrónő vagy. Most még beszélhetsz, most még nem vagyunk. Nem vagyunk játékban. Marika, kit választottál? Balázs. Engem? Igen. Ha jó, vagy vele beszélsz. Ennél a játékban majd egy picit többet kell beszélni. Jó? Jó, jó. Izgulsz? Kicsit. Kicsit. Jó, még nem vagyunk adásban, tehát már hogy játékban megbeszélsz. Nehéz, nehéz egy perced lesz. Ne legyél passzív. Igen. Mehetünk? Persze. Jani? 3, 2, 1, fire. Marika, Marika, hogy telt a hétvégén? Nagyon jól. Jó volt? Jó. Mit csináltatok? Kirándultunk. Merre voltatok? Mesélj egy kicsit. Kivel voltatok? Budapesten. Volt? És mit csináltatok? Kislányommal az állatkertben voltam. Na, és milyen állatokat láttatok? Őket, elefántot, szarvast. Zebrát? Zebrát. Láttatok? Sokat. És milyen színű a zebra? Fekete. Hát ez kicsúszott a fekete, ki? Ugye? Jól érzem, hogy kicsúszott a fekete, picit. Marika? Ki? Ki? Ugye, Marika? Ki? Az a fránya fekete, pedig hát azt hittem, hogy erre nem szaladsz rád. Fekete és fehér, igen. Hogy? Marika, drága. Rövid játék volt. Köszi. Itt vagy? Igen, sziasztok. Nem is beszélgetünk? Mert, hát nem. De most ne. Szia, Marika. Puszi. Ja. Puszi, puszi. Ó, Istenem. Remélem nem okoztam túl nagy traumát. Remélem, hogy egyezzem vagy. Én biztos, hogy a zebra. Hát de most miért? De várj, már miért nem a barna medvére képeztem? Igen, 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 igen. Vagy a vörös begyre. Annak nyugodtan ki lehet mondani, ki lehet mondani a színét, igen. Vagy a sárga rigóra. Igen. Aj, Marika, Marika, izgult ő szerintem, izgult. Izgult, izgult, viszont elég bátor volt ahhoz, hogy játszon velünk. Hát, hogy lehet, hogy akkor még bátor volt, csak ahogy meghallotta a hangunkat, akkor. Hát, ilyen, legyünk őszintén, egyszer csak így bedobnak vagy adásba. Vagy megfenyegette. Igen, már annál előtt azért gyúrtál, hallottam, hogy gyúrja, gyúrja, hogy majd beszélj egy kicsit többet, Marika, meg hajrá, Marika, meg gyerünk, Marika. És az ebráról egy szót se. Igen, csak felejtsd el az ebrát, tehát élő adásba azért ide egyszer csak így behopponálni magad azért, az nem egyszerű. Az nem egyszerű. Na jól van, hát akkor viszont gyerekek azért, ami jár, az jár. Hát ami jár, az jár. Egy ide. Nagyon szép hétkezdés, gratulálunk! Bekezdtük. Köszönjük, Marika! Bekezdtük. 6 perc van, 7 óra várunk friss közlekedési híreket. Ha úton vagytok már és láttatok valamit, küldjetek el nekünk, mi pedig jövünk Ákos híre után. Klassz FM hallgató! Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja, akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Jöhetek a legjobban. A mikrofonnál Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show leghallgatottabb reggeli műsora. 7 óra után pontosan 8 perccel vagyunk. Jó reggelt kívánunk. Mindenkinek újabb hét indult, és jön a felmelegedés, jön a jó idő. Eső már egyre több helyen nem várható. Úgyhogy, vagy néhány helyen várható már, csak így mondom. Azért az mégiscsak szebb. És húsvétra már 18-20 fok. Igazi jó idő, háromnapos ünnep az, ami előttünk van. Úgyhogy a húsvét megint hétfőre esik, fura, de ez ugye megint így van. Nem tudunk nem mit tud csinálni. Kutyafáját, hagyszem rakja. Pedig úgy lehetne egyszer ked, mert akkor megkapnánk a hétfőt. Így van, lehetne egyszer. Ne, vagy, igen. De valahogy mindig húsvét. Nem is értem tényleg. Viszont tényleg jó idő lesz is, és ennél nem kell több. Jó, hát az ember kedvé állapotom már. Nagyon szeretem azt a hallgatói hozzászólást, hogy ma sem csalódtam az időjárás előrejelző szerkesztőtökben, rendkívül pessimista. Adhatnátok neki valamit, hogy végre olyan időt mondjon, amilyen valójában lesz. Mondott az Ákos. Milyen lesz? Nem is ez a lényeg. Milyen lesz? Tehát, hogy van egy ember az országban ezek szerint, mert hogy mindig azt szoktuk mondani, hogy meteorológusunk, fogalmuk sincsen, hogy valójában milyen lesz, próbálnak meg találgatni, de van egy hallgatónk, aki ugye no-name hallgató, mert nem írta alá, de ő tudja. Tehát adhatnátok neki valamit, hogy végre olyan időt mondjon, amilyen valójában lesz. De mit mondtál, Ákos? Mit mertél mondani? Nem, ahogy mondtad. Mit mondtál, te pessimista? A déli területeken ma vidáman fognak esni az esőcseppek. De látunk, szomorúság van a hangodban. Tehát még délen lesz egy kis eső? Igen, de egyébként tehát semmit nem mondtam rosszat. Jó hír, ezt is hozzátettem, hogy akár 15-16 fok is lehet délután. Itt-ott eshet, de tehát nem lesz eső. Mindenkitől elnézést. De akkor mi kell beletenni, hogy itt-ott eshet? Hát ez egy jó hír. Hétfő vagy a napot. Akkor elfelejtjük a rossz időt. Nem paníroztatok a hétvégén? Vagy mi van? Miért kell itt a pessimizmusodat rátolni az egész országra? Igen, ez a jó idő lesz, azért itt-ott eshet, ez a ne őrülj. Azért mondok valamit, de ne annyira. Általában még azt szokták írni ilyenkor, hogy mit képzelek, mert Nyíregyházán meg süt a nap. Budapesten is süt a nap. Tényleg, nem ronzd ezt el. Olyan jó, tényleg olyan jól indult. Szedd már, hogy így egy kávét, hogy mi kell
Megmasszírozom a hátadat? Szóval mondjuk azt megnézem. Nagyon szép, nagyon vidám idő lesz, és boldog hétfőt. Nagyon jó, ez kell. Hátad erre van, erre van ebben a szellemiségben. Bújkáljon valami huncutság a hangodban közben, jó? Na. Huncutság. Hát, hogy a férfi hírolvasó hangjában? Igen. Már nem akarok olyan rádióban dolgozni, a huncutság bujkál egy férfi hírolvasó hangjában. De igenis az időjárás felmelegedésről beszél. Hát mi? Az milyen fura világ? Jelentésnél bujkáljon valamilyen hangjában. Egy-két cseppi. Ott a bot. Homlokunkon egy-két cseppi. Jaj, nem, félreérti a zene már. Ne. Komolyan mondom, ne. Légy szíves. Ne, mert aztán megint kapunk. Tényleg. Így. Egy-két csepp a homlokon. Persze. Ez baj lesz belőle. Aztán ez most megint jön egy lakossági bejelentő. A múlt héten HK voltam, ezen a héten leszek. LN. LN leszek, igen. És most csaptak a homlokukra, hogy honnan tudja, hogy HK. Basszus, ne vagyunk leplezve. Szegészet újra kell gépelni. Mi van, ma nincs az úton senki? Vagy nincsenek autósok? Vagy mi a fene van? Hát komolyan mondom, nincs közlekedési hírünk. Vagy mindenhol minden rendben van. Van egy trafik Balatonkeresén, az ABC-nél, ők oda kiálltak, lehet, hogy jó a sós kifli. Igen, közel is igen, van. Lehet, hogy a friss bucit várják. A friss briós várják éppen. Azt mondja, hogy mérnek a Gyémán manufaktúránál. Már ilyen is van? Hát persze. Tényleg? Uh-huh. Szentendre bevezető. Vagy ki, ha és erre ki? Felé jössz. Uh-huh. Te fogod, én kiszolom. Ki a manufaktúra? Palácsikében? Azt nem tudhatjuk, hogy ki kidolgozik ott. Szentenéről kifelé ott is mérnek. Igen, Szentenéről kifelé ott is mérnek. Van még egy trafing az M7-esen, a 150-es kőnél, Kanizsa irányában, és a tapolcai elágazó előtt mérnek Sümeg irányából. Ezt Tomika küldte nekünk, köszönjük szépen. Cinkotai lehajtó Pest felé trafiznak, szóval egyébként minden oké, egy-két trafi, csak így szorványosan. És meg vagyunk. Van, ahol már tavaszi szünet van? Nincs még, nincs, ugye? Nincs. Jó. Utána jön nekik egy nagyon gyenge kéthetes. Kéthetes tavaszi szünet. Kéthetes tavaszi szünet? Igen, nem hiszem. Szívjatok ti is. Fogunk. Szívjatok egy kicsit ti is. Két hét? Annyi. Hogy milyen suliba jár? Ez a két hét? Nem tudom. Nem egy hét a tavaszi szünet? Vagy engemet tettek meg. Nem a közskolában. Hát úgy van, hogy valahol már most elkezdődik csütörtök. Ők viszont már jövő hét csütörtökön vagy szerdán mennek. Uh-huh. Nálunk például úgy van, hogy pénteken nem kell menni, és az egész jövő hét. Nekünk ezen a héten még menni kell. És utána két hetet odaadtak, hogy hát téged szerintem megvezetett a világ. Hát ez jól biztos is van, ne terheljék túl őket, menjenek, pihenjenek, kiránduljanak. Érted? Beesett szemű, szomorú szemű, táskás szemű diákok járnak mostanság iskolába. Tessék egy kicsit pihentetni őket. Így van. Programozzatok, vigyétek ide-oda. Nézzétek meg, hogy... Azért oldalon a két hetet, és akkor a rákövetkező hétre is van, hogy kétszer annyit fognak tanulni, tudod? Mert hogy behenjetek, jó, de a jövő héten kétszer annyit tudok tanulni. Adnak kötelező olvasmány szegényeknek? Kapnak valami borzadályt, amit el kell most olvasni? Most nincsen neki. Nincsen semmi? Nincsen. Most nincsen. Meg ő nagy lelkismertesen mindig megszokta ezeket. Jó, szegény, igen. Végig verekedi magát. Persze, végig. Szépen beosztja neki. 600 éves magyar kötelező olvasmányokat. Megvan szabva, hogy mikorra kell elolvasniuk, és akkor szépen összeszámolja, és akkor te egy lappal se olvas többet. Nagyon jól csinálja, leosztja, és akkor megvan neki határozó, hogy minden nap el kell olvasni a három oldal, de négyet nem fog. Kettőt se, ő háromat olvas el, de semmit, egy többet. Mondom, picit többet olvas, ha már lendületben vagyok, hamarabb végzel, nem. Uh-huh. És te megszámolod neki 400 oldalt, és akkor azt beosztod? Felparcellázod, és akkor... Ilyen kis, hogy hívek, ilyen kis öntapadó szertliket ragasztok. Posztiteket, hogy ideig csütörtök. Ideig kell eljutni. Olyan szépen végigküzdi magát mindenem. Szegélyistenem, de sajnálom. Jézus, atya, úr is. El kell olvasni. Atya is, közszívember függői maga, a kínzás, az a borzadály, a szörnyűség. Mi van? Az a ez, magyar ezt gondolom, irodalom. Persze, olvassál sokat ilyen. Hát, de értem. Ezt gondolom erről. Nem, nagyon nem szép ugorhatod volt. Át, de. Ne kezd el megint de. A sárba tiprását a magyar jó, irodalomnak. Nem tiprom, de hogy tiprom a magyar irodalomat, hát mindjárt megérkeznek hallgatóik, akik... Na, mondj egy jó Csáp Géza. Nem, de jó márfény tudnék mondani, bármit érted, de jó kőszívű ember, figyelj, szegény diákok, atya úristen. Tényleg egyébként egy rejtőt miért nem olvastatnak? Mert az szórakoztató? Valószínűleg túl jó. Igen. Ez túl jó, igen. Na, hallottátok, hogy Snoop Dogg reagált arra, amiről mi is beszéltünk, ugye pénteken? Király.
Ugye hát egy érdekes kis hírre bukkantunk, és aztán meg is szólaltattuk a polgármestert, mert hogy Snoop Dogg valószínű Kolumbiában járt, ugye Bogotában, és az erdélyi Maros Bogátra csekkolt be az Instagramon. Nem. Hol járjon Snoop Dogg, igen, hanem a kolumbiai Bogotában, és Maros Bogátra csekkolt be az Instagramon, és mi fel is hívtuk ugye Maros Bogát polgármesterét, aki elmondta nekünk, hogy ők meghívták Snoop Doggot, ha már ugye az Instagram oldalára ő rosszul csekkoldva be saját magát, és nem egészen pontosan, nem valószínűleg a kolumbiai Bogotát akarta bejutni, csak ez ugye nem sikerült. Jöjjön el, és egyen egy kis káposztalevest, nyárson sült disznót, és ők tiszta szívvel várják Snoop Doggot. És ugye hát ezt megosztották rengetegen, és Snoop Dogg sokáig nem törölte a posztot, nem is mondta azt, hogy hibázott, sőt, mi több, egy Facebook posztban ő aztán elfogadta a meghívást. Bizony. Tehát amiről mi a múlt héten a polgármesterrel beszélgettünk, ugye, Maros Bogát polgármesterével, hogy majd mivel várják, ha esetleg eljön, akkor az még fikció volt. Most hétvégén azonban Snoop Dogg reagált erre. Iszonyú, és elfogadta. Elfogadta a kívást, tehát lehet, hogy nem sokára megérkezik. Lesz 4 Hammer, 6 Gamer, 4 maga helikopter, és 3 nem tudom. Iszonyan irigyek most a Maros Ludasiak, a Maros Dátosiak és a Maros Gezseiek. Hogy oda miért nem? Hogy oda miért nem? Igen. Úgyhogy... Úgyhogy nagyon-nagyon jó hír, tök jó arc egyébként. Nagyon jó fej. Azért is, hogy nem változtatta meg azért is, hogy reagált erre. Úgyhogy felhívjuk gyorsan csak egy néhány mondat erejéig a polgármestert, hogy mondja el nekünk most akkor tényleg. Realitásra vált a látogatás. Kitakarították-e már a vendégszobát? Füljön már az a káposztaleves. Igen, tartottak-e már a lányok közt castingot, az eladó lányok között? Bizonyám, és mi lesz a nagy harang kenderből készült vasta kötelékről? Ugye? Igen. Beszéltük, hogy vigyázzanak azt, vegyék le azt a kender kötelet, ha érkezik Snoop Dogg. Na, itt van velünk Barta László, Maros Bogát polgármestere. Jó reggelt kívánunk, polgármester úr! Jó reggel, tisztelet! Na. Jó reggel! Hát újra itt vagyunk, úgy látszik, hogy most már lassan minden adásban beszélünk. Na, ami múlt héten még fikció volt, az most már maga a valóság, ahogy halljuk. Hát úgy látszik, hogy észrevette a hibát, amit elkövetett Snoop Dogg, és most már szégyenbe vagy hülyeségbe, de azt mondja, hogy a Romániába fog jönni, el fog jönni Bogátra, és én gondolom, hogy ez meg is fog létesülni, mert... Amellett, hogy hülyeskedünk is, de sokszor be is mutassuk azoknak, akik mellettünk vannak, hogy van még egy szavunk is. Hát ez nagyon nagy. Hát persze, nagy, az ember megígéri. Lassan, tényleg, a múlt héten csak poénkoltok róla, de lassan valósággá válik, hogy Snoop in the house. Maros Bogát. Igen. Igen. Mit írtél pontosan a Facebook posztjában, azt tudod? Nem, azt hitte, hogy elővette a gitárt, és előkészíti a Románia fánoknak és drukkolóknak, és rövidesen Maros Bogáton van egy képe, a Háltá Bogátá Múr, és az állomásunknak van egy olyan címke, Háltá Bogátá románul mondva, és ott van egy fényképe, hogy itt fog jelentkezni. Aztán igen, most olvasom közben, igen, hogy szólt a romániai rajongóknak, igen, hogy gyerekek, nem sokára a főnök érkezik. És koncert igen, is lesz? Akar azt is tartani? A Maros Bogáti Művelődési Házban egy Snoop Dogg koncert lesz? Az várható? Lehetséges, hogy ott is, de van mondjuk, nálunk van egy új helység, ahol sokkal nagyobb egy ilyen lakodalmi tér, ahol sokkal nagyobb, oda elférnek 1500-2000 ember. Ó, hát nagyjából az nagyon komoly. A lakodalma zenészek le tudják kísérni, Snoop Doggot? Gondolom, hogy ha megtanul a 3 dalt, igen, hogy a zenekart ne kelljen vinni. Egy előzenekarnak ajánlanak mondjuk az Open Stage Székelylenden. Igen. Egyébként, hogy egy kicsit egy olyan akar szeretlek élőben Snoop Dogg mellett előtt. Nagyon jó lenne. Nem kell attól félni, hogy esetleg a közeli Kutyfalva megorol Maros Bogátra? Kutyfalva, ugye, Village Dog. Kutyfalva, a rokonok mellünk, a Kutyfalván. Hát, Kutyfalván egy kicsit kisebb, ahogy meg, de nálunk itt a jóban, rosszban összetartok az emberek, úgyhogy a
mikor baj van, akkor is segítünk egymás, mikor van, akkor ünnepelünk közösen. Kutyfalval udasít körülöttünk Radnóti ezek. Meg lehet oldani ezeket. Most például tegnap voltak a Kolozsváró három rendező, ilyen koncertrendezők, akik ugyanúgy megnézték a falut, és arra ígérkeznek, hogy akarnak egy ilyen koncertet, nem persze nem Snoop Dogg, hanem egy ilyen helyi csapatokkal és énekesekkel. Vállalkozó szellemi menyecskék lesznek? Ezt kérdeztük, hát, ugye pénteken is, hát hazudta már néhányan jelentkeztek, hogy voltam már a casting. Tartottam már a polgármester úr. Egy ilyen disznóhús után egy kicsi sajnoság is. Az is kell. Na jól van. Oké, polgármester úr, ha érkezik Snoop Dogg, akkor beszélünk még. Jó? Hogy mit kért, mi volt a kívánsága? Lehet, hogy akkor mi elnézünk arra felé. Köszönjük szépen, köszönjük. Jó egészséget. Tisztelet, minden jót kívánok. Köszönjük, ciao, hello. Mondjuk a tudomásom szerint a muszlim Snoop Dogg nem tudom, mit fog kezdeni majd a nyársakmányzatállackával. Egy Snoop Dogg számot most hívjuk fölött, hogy tényleg jelent. Tényleg, és most itt van Snoop Dogg. Amerikai rádió lenni, mennyire jó lenne. Egyébként tényleg, valaki dobja már egy Snoop Dogg számot, és akkor gyorsan megpróbáljuk, felkeltek. És bejelentkezni Snoop Dogg, igen. Na, azt mondja, hogy a káposztalevesről azt fog írni, bár sosem ment volna fel az Instára. Milyen egy jó káposztaleves, én nem ettem még. Fincsi. Jó? Igen? Gondolom. Tehát savanyú káposzta? Igen. Gondolom egy frankfurti virsli nélkül. Tom azt írja, hogy szárítsák le a káposztalevelet, jobb lesz a hangulat. Megcsavarják. A káposztalevelet szívják el a kenter kötelet. Igen. Vigyük el gütyülgengünket előzenekarnak Bogotára. Azt írja, Ensik hallgató. Egyébként ez egy jó hír. Vagy jó dolog lenne, igen, ez Snoop Dogg-nak bemutatni a gütyülgenge. Igen. Ha nagyok lennétek, most Snoopot hívnátok fel, írja valaki, hát erre gondoltunk mi is, igen, hogy milyen jó lenne. Milyen jó lenne, ez így menne. Egy régi számunkon még neki még egy panongés. 555, így kezdődik minden amerikai szám. Igen, panongésem az élvonal. Mi még ezt emlékszel? Mi még ezt a számot tudjuk. Na, hallottátok a hétvégén kigyulladt szálloda esetét, ami Balatonfüreden történt, és kigyulladt egy szauna. És hát számos rejtély van ebben a történetben, amit én nem is annyira tudok megmagyarázni. Egyrészt, hogy mi a fenét csinál az ember, amikor ott van, mert hogy én bárhányszor voltam szállodában, mindig hallottam a tűzriasztót, eleve soha nem indulok el. Tehát ugye honnan tudod egy szállodában, hogy valójában menned kell? Tehát bent ülsz éppen, az asszony szórakozik egy picit rajtad, veled, valahol. Nézitek a tévét. Nézitek a tévét, így van, nehogy újra lakossági bejelentés érkezzen az NMA-ház. Nézitek a tévét, és az asszony nagyon jól szórakozik azon, amíg a tévében veled együtt, így van. Rajtad fekszik, de csak összebújva. És megszólal a tűzriasztó. Én az ember nem indul el? Nem. Téves riasztásra gondolsz, biztos, nem? Hogy az, hát mi más lenne? Ugye? Tehát, voltatok már szállodában, szólat vársz, nem indulsz el? De mit vársz, hogy majd jön valaki és bekopog, hogy ez most komoly? Én egy picit igen. Igen? Aha, hogy az ez most komoly, vadon úr. Körbe megy egy ilyen kiabáló, hogy figyelem, figyelem. Én egy picit azt éreznem, tehát, hogy valaki most följön, nem próba. Igen, és nem akkor próba. Beleszólnak a mit tudom én, hát ha van valami hangszóró, vagy mit a folyosóra tényleg felszaladnak, és akkor igen. Jöjjenek. Igen, valószínűleg arra se indulnék el. Tehát azt gondolja az ember, hogy megúszta. De mire indulsz el? Tessék? Arra indulsz el, mondjuk, hogy kinyitod az ablakot, hogy szellőztetésre, és már kintről is füst jön be. Na, akkor már az elindulsz, nem? Hogy a fenébe gyulladt ki egy szauna? Hát fából van, gondolom én. De hogy tehát annak bírnia kell a 90-100 fokot, ráadásul a túlvezérelt vendégeknél még nyakoröntik egy liter dézsányi vízzel, tehát ez hogy valami zárlat keletkezik bent? Hogy nyilván elektromos tűz. Igen? Igen. De hát akkor meg, ha elektromos tűz, ahhoz zárlat kell, hogy legyen. Ha zárlat van, akkor elmegy bent a világítás, akkor meg automatikusan kijössz, látod, hogy ott valami parázslik, és nem a izé, nem a kandalló, akkor azt meg csak le, én mondjuk elektromos tüzet leönteni vízzel, az se jó. Az nem annyira szereti. Üzd le, Józsi, üzd le! Lehet, hogy volt ott egy túlvezérelt vendég, aki megpróbálta a tüzet megakadályozni, és ilyen fanyelű dézsával nyakon öntötte az elektromos tüzet. Nem annyira szerencsés. Mondjuk, ha ott vagy, mint vendég, akkor azt gondolod, hogy milyen jó szauna szertartás, mennyire bevetnek mindent, nem? Nézd meg, lángol a szauna. Micsoda szauna szertartás, ide jövök mindig. Lajos, nem? Szerintem észre fogják vinni, hogyha vinni akarsz a lávakövekből. Szerintem ne rakjál. Lehet, hogy Lajos vitt a lávakövekből? Én szerintem simán elképzelhető. Tehát fogta az ő kis törölközőjét, belecsavarta egy lávakövet, hogy az otthoni szaunájában lopjon egyet. Vagy pedig hétvégi flekkensütéshez legyen, mert a faszén drága. Faszén? Most miért azt csorozott magad? Mi baj ebben? Nem mondtál semmi rossz. Egy kicsi kritikai hétfőn, szerintem belefér. Mit csinálsz ilyenkor? Kirohasz törölközőbe, vagy fölmész átöltözni? Tehát hogy van, szólnak neked, hogy magad ott vagy, úgy, de anya szült mesztelenül. De mi van, külön szeretett meneküléshez? Nem úgy értem, hát ott állsz.
Ott állsz kuksiba. Érted? Hát a szaunások, hát persze, most már úgy megyünk be, ugye? Hogy csak egy törölközött magad. Hát attól függ, mit kíván meg a szauna, igen. Igen, igen, és kézzel, hogy ilyenkor derül ki, hogy csak gyakorlat volt. És kirohantál, igen, és ott állsz a szállod elő, te egyedül egy szál kis törölközőbe. Én ezt szoktam gondolkozni, mi van akkor, én éjjel mesztelenül alszom szállodában is. Hogyha éjjel bekopognak, hogy na most rohanni kell, mert nagyon nagy a baj. Sötét van, mented a gyereket, ott előbb mented a gyereket, és szólsz a feleségednek, mint hogy te fölöltözzél. Nem? Gyerek, kocsi, kulcs, ez a kettő. Kocsi, kulcs, gyerek, feleség is kirohansz, ja, ott jössz rá, hogy nagyon siet. Jeget, Viki, jeget! Nem akarok senki zavarba hozni. Hozzál egy Tesco szajtról. Jeget. Valamit húzzunk rá. Jeget, vagy pedig igen, vagy hozzá rá a kézikuffet. Hozz egy bagettet zacskót. Nektek volt mennyi, menekülni kellett valahonnan? Szállodából tűz volt, ez nem mert mindig csak hallja, de hál' Isten valahogy soha nem keveredik ebbe belem. Hát konkrét menekül. Az a baj, hogy én mindig, tényleg én mindig így állok hozzá, hogy ez biztos csak gyakorlat, biztos valami hülye, megint elindított valamit, ja elromlott, ja zárlatos, soha. Nekem 10 emeletes panelház 7. emeletéről, úgy, hogy a végig bekopogtak a tűzoltók mindenhova, ugyanis a kukát sikerült, hogy tudod, ilyen szemétledobó van a 10 emeletesekben, igen. És valami okos cigarettacsikket dobott bele, vagy még parázsló hamut, a hamutállat kiölítette, és kigyulladt az egész. Uh-huh. És kiváló, mert jön vissza a füst. És jön vissza, és mindenütt végig füstölt az egész tudsz. Na, és ott volt az, hogy kijöttek a tűzoltók oltani az alját, de akkor már állt a füst a lépcsőházban, és mindenkinek le kellett menni. És úgy vittek le bennünket, hogy olyankor liftet nem használhat. Azt nem, igen. Hogy mindenkire egyesével rányomták ezt a maszkot. És mindenkit felkapott egy tűzoltó. Hát nem, mert engem nem bírva. Gyere már, hozzá meg! Hozzatok meg kettő. És akkor úgy egyesével lekísértek bennünket. Nagyon komoly volt. Állt a füst, rajtad ez a maszk, veszed a levegőt, de nem látsz semmit. Ő neki van ugye rendes ilyen szemvédős cucca, neked csak a izé volt rajta. És füst volt már a szállodában, és már visz. Igen, de ez nem szálloda, hanem egy panelház, ja, volt, panelház igen, le, és te nem látsz semmit, mert ugye rajtad nincs szemüveg, vagy hát olyan szemüveg, ami véd. Rajta is, ő se lát egyébként. Ja, csak érzésből megy rá, és mentünk lefelé, és ő szorítja rá a szádra ezt a légzőkészüléket. Tudja, hogy van egy-két olyan ember, aki ilyenkor várja a liftet, és nyomja a gombot. Igen, nyomod a gombot. Én nem fogok lekenni a lépcsőházat. Te melletted, hülye vagy. Anyósom egyszer felgyújtotta a saját lakását egyébként. Főzött valamit, és utasítási csalás. Makára gyűjtötte. Igen. Főzött valamit, bement tévézni, majd amikor rájött, hogy ég a konyha, akkor az akváriumból próbálta meg ott. Az olajat, ez a legjobb. Én megpróbáltam, és a tűzoltó kopogott, hogy már lehet, hogy ki kéne jönni a lakásról, mert olyan tűzolt, és ő még az akváriumból rohangált be. Hallal és folyamat, együtt. Hát ott a gupi ott hamar megsült. Gupi csak annyit, és utána vége volt. Van egy hallgatónk a vonalban, akinek a szülei átéltek már szállodatüzet. Halló, jó reggelt! Sziasztok! Hello, Laci! Laci vagyok. Na, édesanyádik voltak egy olyan szállodában, ahol tűz volt? Igen, ez egy ilyen szótüdülő jellegű valami volt, Hajdúszoboszlón, egy ilyen 3 emeletes szótüdülő, ők a középső emeleten laktak egy szobában, és ilyen nyár volt, ilyen július, tehát marha meleg volt, nyitva volt ajtó, ablak minden egész éjszaka, és arra ébredtek, hogy füst van, meg ilyen marha büdös van, mint hogyha valaki műanyagot tüzelne éjszaka. Aztán még úgy nyergerődtek is rajta, hogy ki az a hülye, aki ilyenkor műanyagot tüzel. A szomszéd megint kábelt lopott. És akkor becsuktak ajtót, ablakot, és akkor aludtak tovább, mint ami sem történt. Nem mondott komolyan, tehát alattuk már lángolt minden, hogy jaj, aranyom, csuk be az ablakot, hát olyan büdös. Ez alatt padlófűtés. És még bosszankodtak is rajta, hogy ki az a hülye, aki ilyenkor műanyagot éget. Aztán másnap reggel értesültek róla, hogy gyakorlatilag az egész számod, akin volt, hát ugye ott álltak a ház előtt és várták, amíg eloltják a lakást, csak pont ők, akik a lakás fölött voltak, ők nem regisztrálták ezt a dolgot. Igen, tényleg, egyszerűen nem életszerű, ha nem kopognak be egyenként, szerintem az emberek nagy többsége nem indul el egy tűzriadónál a szállodából, apartmanházból, sehonnan, mert azt gondolod, hogy téves, próba, majd kijönnek, majd eloltják, te úgysem vagy veszélyben. Nem rohansz le. Nekik ez meg se fordult a fejükbe, hogy itt mondjuk alattuk égve a lakás, csak hogy valaki tüzel, aztán bosszankodtak rajta egy kicsit. És akkor örömteli módon átaludták az egészet, és igen, reggel... Igen. Másnap reggel tudták meg, hogy tűz volt, meg minden, nekik nem szólt senki. Amikor elmész reggelizni az étterembe, és
le van égve, azért akkor így pislogsz kettőt. Ekkora buli volt itt tegnap éjszaka, leégett az értelem. Ma már itt nagyon jó arcok egyébként, de lazán nyomják. Nem reagálták túl a kérdést, az biztos. Igen. Laci, köszi, hogy elmondta, ciao. Nincs mit, sziasztok. Hello. Egyébként most jutott az eszembe, hogy Móniéknál volt ilyen, pontosan a Móni nagymamájára egyszer rátörték az ajtót a tűzoltók, mert volt valami zárlatos rezsó, most ugrod, mert megírja nekem, hogy egészen pontosan mi történt, de a mama úgy élte meg az egészet, hogy eljöttek érte az UFO. Mama már füstöl, lehet, hogy kicsit már lehet, hogy a füstöl, nem már picit. Idős voltás, és idős korában kifolyólag ő már azért picit billeget itt ott amott. Sokáig mesélte, betörték az ajtót, és azt mondta, hogy azt hitte, hogy az UFO kapott. Megjelentek, mindenki nagyon furán nézett ki, mindenféle csövek lóttak ki a szájukból, hatalmas szemük volt, megfogták és kivitték az udvarra. És azt hitte, hogy az UFO azok. És nem mondta, hogy aranyom, mielőtt elrabol még valamit, még csináljunk, amúgy a fáját. A patakjátos mindig mondta, hogy akkor van valami bepetélés, vagy is. Édesem, nincs már sok átszat, tegyem már boldog ezzel a maszkkal még egyszer. A betézés mikor jön? A lakosságnak mondjuk. Nem kérek több oxigén. A lakosságnak szólunk. Ne jelentsék az NMA-nak ezt a megszólalást. Humorizálunk. Jó, ez vicc. Ha lakossági tréfa, móka. Igen. Az NMA munkatársainak köszönjük a törődést. Hallgassák meg az egészet egyben. Jó. Aranyom. Ami komoly, azok a hírpercek. Aranyom. Igen. Na, hát drága hallgatók, ha voltatok hasonló helyzetben, tényleg írjátok meg nekünk, hogy mi a fenét csinál. Ha komoly az SMS, az is jó, hogy esetleg külföldön, vagy Magyarországon kerültetek ilyen helyzetbe, amikor tényleg áll az ember egy szál törölközőben, egy ház előtt, egy apartmanház előtt, egy szálloda előtt, lángol a szálloda, hogy elindulsz el, mikor veszed észre, hogy valójában baj van, honnan tudod, hogy ez most nem riasztás, és mit csinál ilyenkor az ember? Jó, jönnek már az SMS-ek, láttam. Írja Beatrice, engem is felkaphatná egy tűzoltó, ez az egyik bakas listás dolog. Az egyenlő a hatalma. Igen, faház a szállodában dolgozom, pár faház már leégett, hívjatok. Hívunk a hírek alatt. Ákos elmondja a legfrissebbeket, aztán jövünk vissza nem sokára. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:48 lesz, pontosan 4 perc múlva, szép reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Itt vagyunk a Klasszon, és tűz esetekről beszélgetünk, mert ugye hétvégén kigyulladt egy szálloda Balatonfüreden talán, egy ilyen kis apartmanház igazából, és arról beszélgetünk, hogy nyilván a szerencsésebb kimenetelekről nyilván, ahol ugye nem sérült meg senki, és nem történt semmi komolyabb, hogy mit csinál az ember egy ilyen szállodában, komolyan veszed egyáltalán a tűzriasztót, éjszaka egy csomószor az ember hallja, hogy megszólal, a fülebotját sem mozgatja, de van, amikor tényleg menni kell, vagy pedig a tűzoltók ugye hát rátörik az ajtót, és nagyon sok hallgatónk írta, hogy átélt hasonlót, amikor már ugye a tűzoltók jönnek. Megkérdezte időközben Monit, hogy egészen konkrétan mi történt. Na, a mamával, oda tett valamit melegíteni a spanherre, és utána pedig gondoltam, még egy kicsit elszenderedik, amíg kész lesz. Ja, de jó. És neki nem túl jó a hallása, viszont vagy volt a hallása szegénynek, a szomszédok észlelték, hogy már jön ki az ajtó alatt a füst, és dörömböltek, de ő nem hallott az egészből semmit, durmolt tovább. Kihívták a tűzoltókat, bejöttek, berúgták az ajtót, és a mama még mindig aludt, oda mentek hozzá az ágyhoz, és egyszerűen csak hopp, így felnyalábolták, akkor kinyitott a szemét, meglátta őket, és akkor földön tűnik. Jaj, Istenem, hát jó, jaj, Szent Margit, ne pomuk, Szent János, eljöttek, értem az UFO, és konkrétan ezt hittem. Egyszerre többen, és ez mindig nagy álmom volt, ha már visznek többen, megyünk a nagy hajóval. Na, itt van velünk Csilla, halló Csilla, jó reggel. Sziasztok, jó reggelt! Hello, te Londonban az Intercontinentalban dolgoztál, tényleg? Igen. Na, és gomolyogni kezdett a füst, azt olvasom. Hát igen, én ugye a személyzeti részem voltam lent az alaksorban, és egyszer csak arra leszünk figyelmesek, hogy a füst jön be a klímarendszerből, a szellőztető rendszerből, és ugye automatikusan azt hiszük, hogy, hogy az interkontinálban tűzött, és így gyorsan szaladtunk ki, és akkor vettük észre, hogy a Hilton Hotel előtt hatalmas balhé, tűzoltó, rengeteg ember kint áll egy szállt örökközébe, és akkor derült ki, hogy a Hilton Hotelnek a szellőző rendszeréből jött, tehát a mi hotelünk szellőző rendszerébe a füst, úgyhogy ennyiből szerencsénk volt, de tehát mondom, nagyon biztos volt azt látni, hogy ezek a jó nagy darabarak legyek egy százal örökközében állnak innek, hát rengetegen szinte az emberek 60-70%-a egyszer. Tehát azok az arab sejkek, akik ugye mindig ilyen nagy kísérettel vonulnak, akik százan veszik őket körbe, és nem tudsz a közelébe, hogy ott állt egy százal örökközőben. Igen, a Ferrari kulcsával. Igen, és akkor az ő testőrük is ilyen köntösökben állták őket körbe, úgyhogy ezt még évek sose felejtem el, azért gondoltam, hogy írok nektek. Ugye, hogy ott mindenki egyenlő, a
tűzelőt azt szokták mondani, ott mindenki egyelőtt. Te is törölközőben, ő is törölközőben. Igen. Persze, nyilván neki egy sejem törölköző azért. Így van, és az egyik milliárdos szaudi emírnek a hátán egy hatalmas Miki egérte tovább. Igen, igen. Érdekes, hogy pont megint az a London témá, amúgykor is beszéltem veletek a London témá, amikor a West End előtt voltatok, vagy a Nyugatinál a rúcsúba, akkor is sikerült veletek beszélnem, hogy ugye arról volt szó, hogy kint éltünk, mondom, hogy így érdekes, hogy így kerültem. Arról beszélni, hogy kint éltél, de hazajöttél, ugye? Azt mesélted, emlékszem. Igen, és a Ferivel beszéltem. Feri megszólított benneteket. Igen, úgyhogy így ez a London. És mennyire már vissza? Figyelj, van egy London szakértőnk. Ha bármi London, akkor csörgünk. Nyugodtan, bármikor ezen a számon elértek. Feri kérdezte, hogy mennél vissza, mész vissza, vagy most maradsz egy ideig? Nagyon hiányzik, de nem mennék semmi pénzért vissza, mert itt van még jobb. Na, hát ilyen is. Úgy gondolom, hogy aki akar, és küzd, annak megteremtetik a gondtalan élet. Nem a luxusról beszélek, hanem csak egy gondolom. Meg kell küzdeni, és egy évig megszenvedtem, mire olyan munkát találtam, de meg ugye itt a párom, a családom, ahogy mondtam, akkor is nektek, úgyhogy én nagyon boldog. Hát abban olyan hallgatókkal beszélünk, akik külföldön dolgoznak, vagy elmentek már, tehát jó olyat hallani, aki közben azért visszaszálingózik. Hát megmondom őszintén, szerintem kell, hogy legyen egy terved az életben. Én így voltam, amikor kimentem 10 évvel ezelőtt, és mindenféleképpen diplomát akartam. Azt, hogy kint sikerült, az nagyon nagy büszkeség, meg nagyon örülök neki, és én úgy döntöttem akkor, hogyha lediplomázok, akkor végre hazajövök és megpróbálom, és úgy gondoltam, hogyha egy nemzetközi diplomával, több nyelvvel itthon nem tudok boldogulni, akkor sehol se. De akkor ez sikerül. Jól van. Siker, hát úgy néz ki, igen. Köszönöm okay. szépen. Figyelj, ha a Londonról esik szó, és valamit tudni akarunk, hívunk. Jó? Köszi, Csira. Hívjatok. Így tovább, kimádlak üveget. Sziasztok. Hello. Nem ilyen cuki hangja volt, nem? Még mindig aranyos. Csicsergős hangja van. Igen, itt van még egy hallgatónk. Halló, jó reggel! Jó reggel, sziasztok, én Gergő vagyok. Hello, Gergő! Én egy budapesti szállodában dolgozok, ahol vannak ilyen faházas részlegek is, és hát nagyon sokan veszik igénybe ezeket a faházakat, ilyen bulizás, stb. Miatt, és a következő eset történt, egy ilyen születésnapot tartottak a fiatalok, és ott már hangosak voltak, rengeteg bejelentés érkezett a recepcióra, illetve a biztonsági vezetőnek, nem bírnak aludni, ötször ment fel a biztonságra szólni nekik, ültözés, ugye nagy parti, aztán a 23. telefon volt, hogy hát jöjjenek már fel megint, mert valami biztos, valami történt, olyan fura fények ennek a fát felülve, szállingozik a füst. Na most, mire fölment a biztonsági őr, a fa az egész tetején lánk véget, és bent még javába tartott a buli, és hát bement szólni a fiatalnak, hogy ugyan már ki kell jönni, mert jég a faház. A következő, amire kijöttek az utók, még javában szólt a zene. A fiatalok egyik fele üvölte, a kihófot nézte a fázat, ahogy ég, a másik fele pedig a fáz egyik oldalába hányta, annyira kemény volt a buli. Atya Isten, őket semmi nem zavarta. De mire kijöttek az utók, még üvöltett a zene, és hát megkezdték az oltást a tűzoltók, de nem a fázat oltották, hanem a környezőházakat locsolták. És hát megkérdeztük tőlük, hogy ugyan már, hát miért nem azt a lég, és mondták, hogy ennek már tök mindegy. Tehát azt hagyjuk leégni, mert ennek már tök mindegy. De milyen ügyesek voltak, hogy bátlocsolták a többit, hogy azok viszont ne égjenek le. Igazi profi. Igen. És mivel a faházak vannak, hát rengeteg, tehát ez még csak a publikus verziója volt, mert rengeteg ilyen sztori van. Hát a fiatalokat nem zavart, és utóbb kiderült egyébként, hogy a szaunából indult ki a tűz, és ott találtunk egy ilyen sipeszt, amivel a vízipipára teszik rá a fém, vagy ezt a izokorongot, hogy ne kezdett érjen meg. Tehát valószínűleg ott lejtették a szaunába a vízipipát, és az okozhatta. Aha. Viszont nem fiatalok vízipipáznak. Viszont a DJ számát mindenki elkérte. Elhatárolódunk tőle természetesen. Igen. Köszi, hogy elmondtad, ciao. Köszönöm, sziasztok. Hello. Hello. DJ számát mindenki elkérte, mert ennyire elszántos, senki nem tolja végig a szettet. Na igen. Én egy telekommunikációs cég call centerében dolgozom, 600-an vagyunk, és benne van a szabályzatunkban, hogy tűzriadó esetén meg kell várni, amíg a felettes engedélyt ad a helyünk elhagyására, majd ki kell jelentkezni a rendszerből, és utána futhatunk csak pánikol. Tehát ez a hajtsd végre, amit kell, igen. Aha, itt nálunk nehéz lenne, hiszen alig van bent. Itt? A felettes. Ja. Itt akkor, igen. Azt mondja, hogy sorházban lakunk, igen, szenteste kigyulladt a mellettünk tévő lakás, az egyik szomszéd bevágott a nappalinkban, a dupla ablakon egy karót. Először azt hittük, hogy részek betlehemesek. Okozták a dolgot. Nekünk egyszer vacsora közben jött oda a pincér hölgyik, egy bombariadó van, kétségbe esett fejjel, közben az étteremben, a másik teremben két esküvő is zajlott. Ausztriában sítábor 90-es években pulóveremet feltettem a fűtőtestre száradni, majd mentem síelni, mire visszaértem, már füst volt a szobában. Sítáboroknál ezt ugye sokszor elkövetik, hogy felrakott száradni, ugye? A bakancsodnak a belsejét, a kesztyűt, és hát az nem biztos. Mondjuk az se egy gyenge hőmérsékleten fűthet.
Igen. Hello, srácok, engem a szüleim földrengés ideje hagytak fent a szobában, 10 emeletes házban laktunk, visszamentek, akkor szembesültek, hogy a hármaska itt maradt. Papa kicsi párnyakot, hagyjál minden. Megvan, milyen kocsikulcs itt van. Dobjál minden, nem érdekel, menjünk, nem akarok meghalni. Hármaska pedig benn maradt. Azért az, az szép. A földrengés ez egy érdekes helyzet, nekünk volt ilyen. Összepisíled magad annyira. Igen, és pedig ugye nálunk azért nincs az a nagy földrengés. Igen, nem mondhatni, hogy egy törésvonalon fekszik azért igen, Magyarország. Igen. De picit elkezd a csillár mozogni, kész vagy. És azt érzed, hogy az egész ház, ami egyébként ugye masszívnak tűnik, egy ilyen kis kártyavárszerű valami, és olyan szinten megy minden, hogy pillanatok alatt rátszakad a ház. A vértes környékén élők azért már kaptak így az elmúlt pár évben egy-két durvább rengést. Ott volt egy-két durvább, igen. Na jól van, köszönjük szépen az SMS-eket. Írt még egy tűzoltó. Állíthatom, hogy olyan nincs, hogyha tűz van, ne dörömbölnék végig az egész szállodát vagy társasházat. Olyan persze van, hogy miközben ezt csináljuk éjszaka, UFO-nak vagy vetörőnek néznek, de azt írja, hogy szólnak, ha tűz van. Tehát tulajdonképpen nem csak ugye a sziréna szól, hanem tényleg be is dörömbölnek. Mondjuk, ahogy te füldugóval alszol, neked az is mindegy. Semmit te... nem hallanék az egészből, de tényleg. Az biztos, igen. Tehát nálunk a földrengés is valószínűleg, hanem Móni, hagyjál már, léci, nem, vidd el egyedül, és kutyát sétáltat. Nem értek. Hogy mozogna az ágy, Móni, fennel van évforduló. Hogy mozog el? Ebben az évben már másodjára, mi van? Hát már múlt vasárnap is volt valami. Na, itt van egy hallgatónk, akivel már is játszunk. Visszafelé beszélünk. Lészheb élet a szív. Aki kérdez. Sziasztok, Dóra vagyok. Találjátok ki, mint mondok visszafelé. De vásigyellán mime. Aki válaszol. Halló, jó reggelt. Jó reggelt, sziasztok, Anna vagyok. Azt hittem az előző hallgatónk visszatért. Hello Anna, nagyon hasonlít a hangotok. Hello Anna. Honnan hívtál sziasztok, minket Anna? Innen Budapestről, Gazdagrétről. Gazdagrét. Ah. Oh. Mindig vidékiként, mikor volt ez a szomszédok is, hogy Gazdagrét, azt te úgy azt gondoltad, hogy ott aztán a nagy villák, a medencék, és kimész Gazdagrét, és meglátod. Rohadt panelházak ott állnak, és a feldolgozhatatlan volt. Igen, ez a neve alapján tényleg azt gondolod, hogy valami brutál. Igen, azt gondolod. Mindenki más, mert tehenek például azt gondoltak, hogy dúsfűes legelők. Mindenki más. Igen. Igen. Gazdagrét. Esetleg abban az utcában, ahol? Ahol? Leütötték Vágási Ferit? Nem olyan régóta, szóval nem tudom, hogy a szomszédok itt játszódott, de pontosan hol. De nincs kint kérlek, hogy itt ütötték le Vágási Ferit, itt mérgelődött etú semmi. Sok mindenért megvertek már, de azért, mert cigány vagyok, még nem. Mondtam, hogy ez volt benne, igen. Nem, ilyet még nem. Nem láttál még ilyet. Jól van, na figyelj ide, mit szeretnél? Már úgy értem, hogy játékban. Tehát, hogy mit választanál? Állat, város, híres ember, szólásmondás, tárgy, mindenünk van. Be legyen az állat. Állat, ah, de jó, hogy ezt választottad. Mutatjuk, jó? Figyelj, óra indul, fél perc. Figyelj, mutatom már is. Aki bömölöb. Aki bömölöb. Bölömbika. Jó, hát ez egy ilyen kis hétfői. Aki bömölöb, így van. Bölömbika, milyen gyorsan ment. Jaj, de jó. Kezdik a hallgatók ebben a játékban elkapni a fonalat. Az első három hónap az a masszív szenvedés, ugye? Uh-huh. Mondjuk ki őszintén, de most már egy több a jó megfejtés, mint a rossz. Bárcsak a fekete férjegen nem menne így nektek. Jól van, megvan az ajándékcsomag. Örülök neki. Régóta szerettél volna már? Kétszer próbálkoztam, és most sikerült is. Ugyanezt a játékot játszottad már? Nem. Hát sokszor hallgatlak titeket, általában szokott lenni, de izgultam, hogy így adásban is jó lesz-e. Izgultál egy picit. Gyógytornász vagy tényleg? Igen, így van. Na szép foglalkozás. Kéne valami? Nem, én meg vagyok. Egyben vagyok. Tenisz győzelem után. Nekünk kéne egyre inkább. Igen, nem, mert itt hát két. A két roki. Szerintem nekünk kellene. Két majdnem 50-essel élek itt együtt. Úgyhogy megadom a számodat nekik, hát ha lesz. Feri most úgyis futni készül, nem sokára utána. Így van. Helyre kell tenni. Anna, puszilunk, köszi a játékot. Köszönöm szépen én is. Ciao. Hello. Tényleg ilyen típusú, ilyen nagy-nagy bölcsesség, ilyen életbölcsesség, ha nincsenek egyetlen sorozatban sem. Tehát nem akar, nincsen a sorozatoknak igazából üzenet a szomszédokban, pedig nem volt egyetlen olyan is sem. Az volt a legjobb rész, az utolsó kettő perc, nem áll, amikor mindenki belenézett, és ott elmondták, és miért bajba lehettek állandóan, hogy mindig kellett valami. Gyerekek, az sose volt jó.
Csak ez azt gondoltuk akkor, legyünk őszinték. Igen, tehát akkor az volt az inger küszöb, de az a fáradt szenvedés állandóan, hát a gyerekek, ott egy vidám pillanat nem volt, kivéve, amikor Júlcsék mázi buli van. Érdemes beütni az internetet. Mert akkor szembesülhetél a legújabb tánctrendekkel. Azért ez nem volt jó, akkor az jó volt. De hát, jó, tulajdonképpen jó volt, igen, akkor nekünk, de hát most már így visszanézed, azért dermesztő. Nem három, adja. A nulláról elindultak pár hónappal ezelőtt. 6 perc, pontosan 8 óra, ha van friss közlekedési híretek, küldjetek, mi pedig jövünk a hírek után. Mi játsszuk a klassz slágereket. Mi játsszuk az új slágereket. Csak slágerek. Klassz FM, a rádió. És most, hölgyeim és uraim, folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Morning Show. 8 óra után vagyunk, pontosan 8 perccel. Egy jó kis tankcsapda, attól mindig. Jobban indul mindenkinek a hétfő. Itt vagyunk, Ladányban 27 jó volt. Köszönjük szépen. Nagyon zorra lett ez a Miklósa Erika. jó megfejtések jönnek egyébként, igen. Na, jó kis velhello. Hát a velhello jó egyébként, de néha jó egy kis, néha jó egy kis tankcsapda is. Tessék? Ez egy picit jó. Aki mit szeret, nehéz. Sokan meg a velhellóra mondják, hogy jobb, persze. Kinek ez, kinek az, de Lukács, más. Lukácsik ezt jobban szereti. Hát nyilván a saját zenéjüket, igen. Nézzük, mi a helyzet az utakon, írtak hallgatóink, mondom már is. Trafi Balaton Kenesén a stranddal szemben. Milf Hunter. Milf Hunter, milyen jó neve van. Négyes út, Zolokon, bevásárlóközpont lehajtójánál, Trafi 70-es táblánál Jani üzente. Dunakeszin a Széchenyi iskola előtöttek egy diákot, reméljük nincs nagy baj, torlódás van, menjen mindenki óvatosan. Igazoltatás van Tar és Mátra Verevé között, a Tar felül érkezőket szedik ki, ezt Csupesz küldte nekünk. M5-ös 44-es kilométerénél Szeged felé mérés folyik, valamint Balaton Kenesén, így van, ezt mondtam, a három lábút már kitették, úgyhogy vigyázzon mindenki. Négyes úton baleset a 114-es kilométernél, már helyszínelnek, fél sáv lezárva, egyes kérte nekünk, és az M0-án Szentendrei úti részén Budapest felé két teherautó ütközött, alakul a dugó, a szélső sávban ugye le tudtak állni, de nagy torlódás van. 10-es áll az Osanig, és még Morning Show emléma sincs az ürömi körforgalomban. Újra áll a 10-es? Vagy mi van? Nem oldódott ez meg? Nem. Hát hogy oldott? Tehát, hogy a körforgalomnál ott az a kijövetel, ott ugye van, ha befelé jössz a városba, baloldalt egy bekötő út, az ürömi út, az megoldódott, de aztán a város nem bírja fölvenni meg. És ugye ráadásul most már mindenki erre jön, mert azt gondolja, hogy megoldódik. De hát nem oldódik meg, mert a város maga nem tudja fölvenni a megnövekedett forgalmat. Tehát az a körforgalom után átmész, és ugyanúgy egy állsz a dugóban. A körforgalom az már ilyen. Hát utána meg... Ja, meg még van két BKK-s info is. Az egyik az, hogy a 4-es 6-os villamos csak a Szénatérig közlekedik, nem megy el a Szélkámán térig, járműhiba miatt. A türelmet kérik, és szintén a türelmet kérek a kedves utazóközösségnek, mert hogy a 83-as trolibusz helyett a teljes vonalon pótlóbusz közlekedik, szintén egy meghibásodott jármű miatt. Mi van ezekkel? Meghibásodtak a járműnek. Hát de hogy így egyszerre, kettő is hát arra gondolt. Túl jó az állomány. Mi lett a kínai kiesett kerekű busz sztoriával? Rendelt a delegáció? Nem rengel? Folyik a vizsgálat? Igen. De azt hiszem, pont te mondtad, hogy meglett minden. Tehát a kerékanyák rajta voltak, nem értik, hogy hogy eshetett ki. Nem, hát ugye kiszabotálta ezt az akciót. Igen, valószínűleg valaki nem húzta meg, vagy meglazult, nem figyeltek rá kerékcsere után. Téli gumi, nyári gumi váltás volt. Igen, de hát mi lehetett, hogy hagyd a francba, már itt vannak, de hát még a negyedik kerék, adjad már most már, érted? Hát nagyon kell, föltettem az Instára is ezt a fotót, hát nagyon szeretik, megmagyarázhatatlan. A kínai delegáció, hogy vakarja a fejét a kiesett keréknél, az nagyon szeretnivaló. Tehát ahogy állnak ott, ők teljes tanástalanság az arcokat. Nézik, én ezt nagyon, nagyon szeretem. De akkor nem derült ki, hogy valami... Nem, és tényleg a gyártók sem tudják, hogy miről lehet szó. Szabotázs.
A konkurencia. De mi nem akar, vagy nem akartunk nekik eladni tulajdonképpen, ezt csak magunknak gyártjuk. Igen, csak saját célra. Hát én sajnálom azért őket egy picit, de lehet, hogy ez lett volna nekik az évszázad üzlete, és akkor most így picit billegőssé vált. Üljünk le, még egyszer beszéljünk ezért róla, mondták kínai. Tehát ebből fordítani, az a szép. Tehát kiesik a kerék, amit árulsz, buszt, és ebből meg tudod fordítani, és mégis lesz megrendelés. Na, akkor azért így a szélszes vállát ott nagyot fordítasz. Ott azért igen. Megveregetnéd a szélszes kolléga vált, hogy Sanyika, ez király volt. Jó hír is történt azért hétvégén, ugye sok szerintem, az egyik, hogy egy végre elkapták ezt az állatot, ugye, aki ez a Salah Abdeslam, akit megkaptak. Ja, bizony. És, de tulajdonképpen hol tartunk, vagy hogy élünk, azért az egy érdekes felvetés, hogy ő azért közben szeretné beperelni a igen, Párizs ügyvéd. Az ügyvéd bepereli a Párizs ügyész, mert hogy visszaélt a személyiségi jogaival az ügyfelének. Ez milyen? Igen. De hogy maga az Abdeslam akarja beperelni az ügyészt, tehát nem is az ügyvéd akarja, hanem ő mondta, hogy rendben elfogták meg mindent, de ő azért szeretné beperelni az ügyészt. Hogy ha, és hogy erre valószínűleg minden lehetősége meg is lesz nyilván, meg itt hát most megy a kiadatás. Hogy azért ezt, ha belegondolsz ebbe, nem? Teljes nonsens. Hogy teljes nonsens az, ami történt. Ő ugye a kitervelője a kb. 130 halálos áldozatot követelő párizsi terrortámadásoknak, majd elfogták, és azt mondta, hogy perelek. Uh-huh. Igen, jó, oké, meg rendben van, de hogy perelek, mert hogy megsértették a nyomozás titkosságát, és talán az ügyész valami olyan információt adott ki, amit elvileg nem adhatott volna ki. De róla? Hogy pizzát evett, vagy hogy kapták el, mert itt valami pohár meg új lenyomat jött be a sztoriba, vagy mi volt a titkos infó? Az, hogy az elkapás után mit mondott a belga nyomozóknak. Aha. És tartottak egy sajtótájékoztatót, ahol ez az ügyész, ez egyébként elmondott bizonyos részleteket. És hát már az ügyvéd is jelezte, tehát ugye az Abdeslamnak az ügyvédje, hogy szabálysértés, tehát nem volt szabályszerű, szabálysértő volt, ahogy a kihallgatásról beszélt a sajtótájékoztató maga az ügyész. És ezért védencével eldöntötték, hogy beperelik az ügyészt. Hát az eszem megáll, nem komolyan tudjuk, mondom. Nem tudjuk, hogy mi lesz a pernek a végkivenetel, hogy ez az ember hány évet fog kapni, reméljük élete végéig börtönben fog rohadni, de... Tehát, hogy lehet, hogy ez majd a végső megítélésnél, vagy a végső ítéletnél, ez majd egy ilyen enyhítő körülménynek számít, hogy de, hát különben... Hát pénzre tudod maximum beperelni. Ne, hát olyan nincsen, hogy te egyébként kitervelted ezt a merényles sorozatot, ezért jár 30 év. Közben az ügyész mondott valamit, visszaperelsz, akkor 5 évre lezárnák az ügyést, tehát nem 30-at kapsz, csak 25-öt. Ilyen alkú nincs, érted? Nem, biztos, hogy nincs, persze, nem, csak maga a felvetés, ezt így elolvasod. Hát egy vicc. És azt gondolod, hogy valami azért itt Európában sincs rendben, nem? Miért a Breivik, aki azért perelérted, hogy nincs Nintendo a szobájában, vagy hogy hívják? Hát igen. A vackokat. Vagy embertelen körülmények között. Embertelen körülmények, nézd már meg azt a cellát. Sok egyébként becsületes, dolgos, tisztességes ember szeretne olyan embertelen körülmények között élni, mint ahogy ő. Ő él, és most ő ugyanezt csinálja, perel. Hagyjuk már. Igen, aztán azért is perelt, hogy embertelenség, hogy hozzá nem szól senki, és egyedül van, és egyébként is mi az, hogy ő nem kap társat. Igen, keveset sétálhat. Igen, ott 72 ember, azt hiszem most nem pontos a szám, nyilván halt meg emiatt. És akkor most gondolkoznak, hogy akkor most mit tegyenek annak érdekében, hogy ő egy kicsit még jobban érezze magát. De egy konditerem, olvasószoba, a PlayStation, tehát tényleg tulajdonképpen mindene van, de múltkor abba belekötött, hogy hát ő nem érzi jól magát egyedül. Igen. Igen, és minden meghallgatás végén náci karlendítéssel köszön el, és ez az ember az, aki kikéri magának. Ja. És ezt így elolvasod, és kicsit így habzik az ember szája, nem? Hogy azért valami az európai gondolkodással is. Nagy a baj velünk, hogy egyáltalán egy ilyen embernek erre bármiféle lehetősége van, nem? Mennyivel egyszerűbb szerepezett a megoldás volt annak idején, hogy tajgetosz, nem? Demagóg dumát nyomni, de tényleg nagyon fura, hogy ezt így elolvasod, hogy rendben elfogtatok, de perelek. Perelek, gyerekek, mert nem volt teljesen. Uh-huh. Nem volt teljesen szabályszerű. De az egyik rendőr letegezett. Nem volt teljesen szabályszerű. Ne kérem magamnak. Igen. Az is egy érdekes felvetés, hogy egyébként hogy nem találták meg, és hogy a fenébe van az, hogy ő már a következőt készítette elő kisebb sejtekkel. Szóval, hogy elkövetsz egy ilyet, el tudsz bújni, fel tudsz szívódni, nem találnak meg, visszamész Brüsszelbe, és már azon dolgozol, hogy a következőt előkészítsd. Hát azért ez hogy a fenébe van, miközben itt van az Interpol, van amerikai segítség. Itt vannak a különböző országoknak a különböző ugye kémelhárítók, meg így tudom én, rengeteg rendőrség, nyomozók, stb. Ügynökségek, és senki nem találta ezt a palit. Majd visszament Brüsszelbe, és már elkezdte a következőt előkészíteni. Nem egy sikersztori, valójában őszintén. Hát hogy?
idézőjelesen mondom azt is, ez a milyen okos, tehát ne tessék félreérteni, hogy visszamegy Brüsszelbe, ahol nyilván legkevésbé keresnék, érted? Egy ideig keresték, igen, azt mondták, aztán... hogy már visszatért az iszlám államhoz. Gyerekek, igen, nyilván nincs itt, és visszament a csávó, hát mekkora, nyilván megint idézőjeles az agy, hogy azt mondja, hogy visszamegyek oda, ott már nem fognak keresni. Igen, meg ez a hetekig tartó eljárás. Tehát gondold el, ott vannak az áldozatok, a hozzátartozók, stb. És ugye ilyenkor nagyon egyszerűen, hogy gyorsan adják át a francia rendőrségnek. De hogy ilyenkor mit mókolnak még, hogy hossz, akár hónapokig is tarthat, amíg átadják a francia rendőrségnek. Ugye? Hát igen. Teljesen egyértelmű. Tehát ilyenkor a papírmunka? Vagy a bizonyítás? Vagy, tehát fogod, átviszed, és itt van, tessék, megfogtuk, na akkor az egész ország és a közvélemény is mindenki azt akarja, hogy hát tényleg, ezt az embert karóba húzzák, nyilván nem fogják, nem? Hát ez 130 ember haláláért felelős. És akkor még hetekig itt majd most itt tologatják. Persze, hát neki egyáltalán nem annyira fura. Kell letölteni a börtönbüntetését meg, hogy melyik ország bíróság elé kell állnia. Úgyhogy Franciaország valószínűleg annyira fogják megmérni, amennyire csak lehet. Ja. Hát nyilván sokkal többen örülnének neki, hogyha ha mondjuk újra üzembe helyeznék a nyaktilót, de hogy... Igen, minden esetre fura. Na mindegy, nem akarok nagyon komolykodni, csak ezt az ember így elolvas és hülyén áll, nem? Hát hogy valamit az ember nem ért. Na, nem tudom, hogy mi a nagyobb büntetés, hogyha ott lelövik egyébként, vagy ha élve elfogják, de ha élve elfogják, azért az valószínű nagyobb büntetés, nem? Igen, számára meg főleg, ugye, mert hogy az iszlám államhoz tartozó ember, akkor az ő gondolataik szerint harcban meghalni, az ugye az egyik legnagyobb dicsőség. Még akkor is, hogy nyilván őt nem tud visszalőni. Persze. Mint hogy egyébként egy francia börtönben rohadni életed végén. Így van, 30 éven keresztül Metallicát hallgatni, és sertéspörköltet kapni ebédre. Igen, szép büntetés, ja. Igen. Ja. Átjag rajta és odomba, és nem robbantott, csak egy utolsó kérdés. Nem, ő azt állította magáról. Azt állította. Igen, hogy nem merte, tehát hogy meggondolta, hogy robbantani akart, de az utolsó pillanatban meggondolta magát. Szerintem ez inkább az ő elftársainak, vagy nem tudom, az ő kis bandájának szólt, hogy jelezze nekik, hogy ő egyébként nagyon kemény akart lenni, és ő egyébként szintén úgy akart viselkedni, de nem ahogy robbantott. Azt egyébként a terrorista társaitól elvárta, hogy mártírként halljanak meg, és hogy a paradicsomba jussanak a tettükért, de mégsem merte megtenni. Egyszerűen gyáva volt, és most ezt próbálja meg valószínűleg egy picit kozmetikázni, hogy a többiek azt gondolják róla, hogy ő milyen tökös. Hogy nem merte. Igen, nem merte, mert ha most az a csapat kapja el egyébként, akkor ő akkor is bajban van. Tehát, ugye? Persze. Persze. Ölni nem volt gyáva, meghalni, igen. Ja. Elképesztő egyébként, most beszélgettünk arról, hogy hova menjen az ember nyaralni, és így egyszerűen így rájössz arra, hogy nincs is nagyon kedved elutazni. Sehova. Úgy átjön a nyár, mindenki tervezi a szabadságát, vagy már néhány család elgondolkozott azon, hogy valóban jó lenne elmenni. És az ide nem. Menjünk ide. Nem, mert ide azt mondták, hogy most a következő célpont Spanyolország, Törökország. Nem menjünk, nem, most ugye hát egyáltalán most nem ajánlják. Után. Tehát igen. Most már úgy kell gondolkodnod, hogy hova menjél, hogy mi, ahol vagy még biztonságban, mert bárhol, bármelyik pillanatban, bármikor. Sétálsz valahol Barcelonában, robbantanak. Elmész Isztambulba, nem vagy biztonságban. Tehát sehol tulajdonképpen biztonságos helyé váltunk. Igen. Nem? Igen. Irány Szoboszló, Zalavaros. Gyönyörű helyek, nem is arról van szó, de hát az ember azért nem ördögtől való, hogy néhányan mondjuk el akarnak menni külföldre, és úgy gondolkozol, hogy na jó, hát akkor talán mondjuk ide Olaszország, mert ott azért egy kicsit mondjuk lehet. Erre mi volt a hír? Valószínűleg Olaszország felé jönnek be megint a legtöbben, igen. Ugye? Igen. Igen. Jó, de Gárdony még nincs veszélyben. Na, jó kis ellenceit. Vigyázunk. Mondani akartál valamit? Nem? Igen, én ezt a témát már egyszer elővettem, de én voltam, igen. Scusi mama? Én mondtad, hogy scusi mama? De leráztatok. Igen. Amikor is, ugye, arra próbáltam meg rávilágítani, hogy mi folyik a te televíziós csatornádnál. Mi folyik Gyöngyösen. Mi folyik Gyöngyösen. Hogy ugye kérdeztem, hogy miért van az, hogy családanyák mennek valóságshowba. Most induló valóságsótokban egy olyan nő szerepel, aki áldott állapotban van. Hát hova megy ez a világ? KDNP, felszólítjuk a KDNP frakcióját, hogy tartsa be a házszabályokat. Tartsa be a KDNP frakciót, a házszabályokat, és ne csúszom ki a megszólásból. Lejárt a 2 perc. Mi a baj?
hogy egy áldott állapotban lévő nőt tesztek ki annak, hogy beköltözik ebbe a farmba, vagy mi az Istennek hívják. És? Ott fog szűni élőben? És hát ezzel a gond, dupla gázsi. Ott már a gyerek is kér. Pihennie kellene, érted? Én megélni az anyaságot erre, ő teheneket fog fejni. Veszélyeztetett terhes, hogy pihennie kellene? Vagy mi terhes? Nem sétálhat, jöhet, mehet? De és ha most ott történt nekem valami... fogalmam nincs, hogy jóra nézel egyébként, mert hogy aztán én nagyon keveset tudok erről a műsorról. Nem is kell tudnod semmit. Mert bajban lettem a két kereszt kérdéssel most hirtelen. Nem a műsorról kell tudni, a műsor nyilván az lesz, beköltözik a csapat, és akkor aki nem jó fej, a tehenet, az kiesik, mit tudom én, mi lesz nyilván. Az a lényeg, hogy maradjon egy valaki, aki majd megnyeri a végén ezt a történetet, és akkor ennyi, ezt kell végigvinni. De hát, hogy van? De hát nem Albániában egy téli legelőn veszik fel, hanem hogy egy olyan helyen, ahol hogy? Van a közelbe. Már gondolom, erre számítanak. Hogy legyen ott egy színésznő gyógyász. Hát, gondolom, nem ez lenne, hogy tudod, hogy elfolyt a magzatizet, és akkor mindenki rácsodlagozik. Tehát? De hát, még nem szül. Hát csak egy van az még. Áldott állapotban van, gyereket vár, a három gyerekes családanyja sok mindent lehet csinálni egyébként Feri terhesen, amit neked nem mondott el Békannak, de most végre megszabadult tőled. És úgy érzem, hogy kicsit rászálltál erre a műsorra, mint a TV2 US Péterre. Mi bajod van velünk? Kérdez, mi bajod van velünk? Illetve csak a tények. Igen, semmi az ég egyet a világon, csak így gondolkoztam, hogy mondja, ezt mondja egy családanya például, hogy ő ebbe találja meg a jövőjét. Vagy lehet, hogy amikor aláért a szerződést, még nem tudták, azt hitték, hogy csak egy csúnya szeleselés, vagy nem tudom. Ez most két különböző hölgyről van szó. A családanya, igen, aki három gyerekes, meg van, aki most áldott állapotba került. Hát, hogy akkor nem mondanád, hogy én maradok otthon, vagy elköltözök. Miért kéne mondanod? Hát miért? Azért, mert valaki állapotos, azért ugyanúgy elmegy dolgozni, azért ugyanúgy bejár, ugyanúgy éli az életét, hát az, hogy te terhes vagy, vagy hogy gyereked lesz, az nem egy olyan fajta dolog, hogy otthon ülsz füstölő között, és 80 napon keresztül gyermekmeséket olvasol, imádkozol, és énekelsz, és nem tudom, játszótéren már hintáztatod még az üres hintát, hogy béled a kis jászolt szobát festesz, és nem tudom, mit csinálsz, és babacipőket nézel az végig. Énekeltem a hasamhoz. Mert nem vagy a pároddal például. Tehát elmész, nem tudom, 10 vagy 15 vagy 20, 30. Lehet, hogy nem is bánja. Ja, hogy tulajdonképpen... Kicsit nyugiban van, érted? Kicsit örül is neki. Olyan nekem nagyon furcsa volt, amikor most ma olvastam pont ezt a hírt, hogy... Hát menj, ne, hát nincs ez a baj. Hát szóval nem szül, még a nézettség is meg lesz. Az biztos. Jászolban születik majd, aki érted. Hát lehet, hogy megjön. Lenyalják a birkák, de... Nem tudom. Nem biztos, hogy akkora veszélyben van. Szerintem sokkal nagyobb kockázati tényező egy csúnya elhanyagolt aranyér. Például. Nem a nincs orvos. Kockázat miatt, hát nyilván nem lesz semmi baj, csak hogy ott hagysz mindenkit azért ebben az időszakban, hogy elmenjél. Szerintem a stáb erre felkészült. Még nem született meg a gyerek. Mi az, hogy ott hagysz mindenkit? Hát ha már megszületett a gyerek, akkor persze a gyereknek nyugalomra, békességre, egy gyerekszobára, a halkzajokra, nem túl erőszakos rokonokra, mit tudom, mire van szüksége. Hiába szóltunk, csak átjöttek. A francba megint itt vannak. De hogy amíg bent van az a gyerek, hát addig miért nem mehetne az anyjuk, ahova akar, a szerepe olyan műsorban, ahol akar. Lehet, hogy korábban kellett, hogy tisztázunk, de mi hány hetes terhes is? Mert hogy azt mondod, hogy most három, akkor... Hát, a KDNP frakciótól megvonjuk a megszólalási lehetőséget. Három hetes terhes anykától? Azt még nem tudhatod, hogy 12 után kell bejelenteni. Na, jó van. Elmondtud? Megvagy? Nem tudom. Érzelmes lettél két gyerek, de mi lesz itt a harmadik után? Sírni fogsz itt minden reggel? Igen, megállsz egy olyan, hogy hívják ilyen babakocsi bolt előtt, és az okoksz majd, és majd szólnak, hogy Rákóczi rontja az üzletünket, sírjon majd két bortállal a harébolt. Bali, nyomd ki a Tatter mikrofonját, ide valaki ír a másik SMS. Feri, te is hosszú évekig dolgoztál hatalmas pocakra. Igen, senkit nem zavar. Senkit nem zavar, érted? Hosszú évekig voltál olyan, hogy bármely pillanatban megszülhet. Néha én már oda mentem a hasadhoz, oda megfogtam a kezét, és rúg
már? Mozog már? Nem? Semmi? Még semmi. És oda tettem a fülemet. Azt hittem, hogy a víz utolta, pedig csak neked folyt el a hozzá. Na, egy nagyon helyes kis videót találtunk, és egy olyan videó, amiről szerintem mindenkinek van élménye, ugyanis megmutatják azt, amiről én sokáig azt gondoltam, hogy ez egy magyar sajátosság. És kiderült, hogy nem, ugyanis mindenki járt már úgy szerintem, hogy Magyarországon svédasztal közelébe került. És hát tudjuk, hogy a magyar ember, ha svédasztal közelébe kerül, akkor ott nincs barát, nincs család, ott csak ellenség van. És csak olyan emberek állnak melletted, akik veszélyeztetik a te testi épségedet és a te jól lakásodat, és hihetetlen pusztítás megy. Veszélyeztetik a te svédasztalodat. A te svédasztalodat. Igen, tehát már látod, hogy neked nem fog maradni. És hiába mondják, hogy mindjárt újra töltjük, uram. Nem, ott hoznak még. Na most a Velvete megjelent egy olyan sajtótájékoztató, ahol kínaiak találkoznak először valamilyen, én nem tudom, rákkal. Garnélával? Garnéla rákkal, így van. Láttad ezt a videót? Garnéla rákkal találkoznak, és hát azt gondolnád, hogy tényleg a magyaroknál nincs durvább. De van. Ugyanis bemutatnak egy olyan videót, ahol azt látod, már indítom is, azt látod, hogy mit csinálnak a kínaiak, felteszük a Facebookra, meg tudjátok nézni, ti is drága hallgatók. Bár az első pár másodperc is zseniális. Mit csinálnak a kínaiak a garnéla rákokkal? Ugye látunk egy hatalmas nagy, hát nem is tudom, mi ez? Egy hatalmas nagy tálat, ami tele van garnéla rákokkal, és azt látod, hogy a fogót azt oda középre lerakták. De senki nem ül a fogóhoz, ugyanis a kínaiak, a magyaroknál is durvábbak, azt csinálják, hogy a tányért megfogják és belemerítik a garnéla rákba. De egy fekete mosogató, tehát hogy ez nem egy egyszerű tál, hanem ez egy kisebb feszített víztükrő medence. Lögdösödnek, tolják nagy egymást, verekednek. Van, aki három tányért egymásra fog, és mint egy tortát, egy garnéla rák tortát próbálja kiemelni, de nem engedik el. Van, aki két tányért fog, az egyikkel kaparja bele a másikba. És azt látod, hogy az a nő, aki három tányért összefogott, nem tud kifordulni és elfordulni a svédasztaltól, mert a mögötte jövők nem engedik távozni. Van, aki átnyúl a másik tányérjára, van, aki kézzel szedi, tehát, hogy maga az Armageddon. Mi a sztori, ez verseny? Nem, ezek kínaiak beszabadultak a svédasztalhoz. Jézus. Tehát ezt látjuk. És én sokáig azt hittem, hogy ez egyfajta magyaros temperamentum, ami történik különböző magyar szállodákban. Erről mindenkinek van tapasztalata. Mi történik az embereknél, amikor svédasztalhoz kerülnek? Mi az a fajta csordaszellem vagy farkas ösztön, amikor is elkezdesz kikapcsol, mert látom, hogy rátapadtad. Igen, elvesztettelek benneteket. Az volt a vicces, hogy ugye valaki úgy ment oda, hogy néhány ilyen kis, hogy hívják, volt ilyen kis bab volt már a tányérján. Ő elkövette azt a hibát, hogy először a zöldségekhez ment, és mire odajött a garnélákhoz, mert nem volt neki. Szerintem ez nem tudom, ez a túlélési ösztön. De észrevettétek, hogy rajtatok is kicsit eluralkodik? Hát persze, mert az basszus, hogy a svédasztalhoz kerülsz. Én elkezdtem gondolkodni, hogy milyen irányból kellene oda menni. Tehát észrevetted azt, hogy valami pszichés ilyen elváltozás indul, amikor tényleg oda lépsz a svédasztalhoz, átragad rád a pánik. Én is néha észreveszem, hogy tűrtőztetnem kell magam, és mindig azt mondom, hogy ne siess, nem van aztán semmiről. Szólok saját magamra. Anyád, ez mennyit visz? Tehát, mi van a svédasztalnál, ami egy ilyen tömegpszichózist okoz? Mondom neked, ki van fizetve, az az enyém. De én nem gondolkodom így. De azt belül ez van. Te befizetted a szállodát. Odai cuccot, kifizetted a pénzt, tehát akkor az van, hogy az egész az enyém, és valaki más viszi az én svédasztalomról a csirkét. De előttem nem lebeg az összeg, tehát nem azt gondolom, hogy nem most kifizettem leszem őket, most aztán kizabállak a vagyonatokba, mert két pénz. Éjszakára értem, szuperior szobába rohagyjatok meg ezt a húsgombocot, meg legyom meg, hanem valahogy tényleg elkezdesz egy kicsit sietni, kapkodni, és azt érzed, basszus, még néha én is, hogy valamiről lemaradsz, és valami elfogy. Nem így van? Nincs nálatok ilyen? Ők az erősség, te vagy a gyenge. Betarálnak? Érted? Persze, mert ő bennük még olyan szinten munkál a túlélési ösztön, hogy ezek az emberek ezek akkor is itt lesznek, amikor te sehol se leszel. Te ilyen fogsz pusztulni, ők viszont túlélnek. Ők a fajunk elsődleges képviselői, ők a csúcs. De te teljesen nyugodtan mész oda egy svédasztalhoz, és oldalról finoman benyúlsz, kiveszel egyet, majd visszaülsz, vagy rád is átragad az a fajta kicsit tényleg erős tömegpszichózis, hogy sietned kell. Nem, én valakit, aki jön teli tállal el a svédasztaltól, azt sokkolozom le. Két sarokkal arrébb elveszett tőle a tányére. Figyelj, van benne valami. Ugye, hogy van benne valami? Van valami. Meglátod, és akkor így elkezdesz rajta gondolkodni erősen, hogy basszus, kiszúrtam magamnak ott azt a vizét, azt a mit tudom én mondjuk ilyen sajtfélékre szoktam általában rárepülni, és konkrétan ideges leszek, amikor azt látom, hogy valaki fogja szépen a vizét, a villát, és szed egyet.
szed kettő. És elkezdesz dobogni, de látod, hogy van egy csomó, nem fogy el, igen, de valahogy mégis azt érzed, hogy sietned kell. Az megvan az a vendég, aki úgy ül le és úgy nézi a szobát, vagy úgy nézi az asztalt, hogy közel legyen a svéd asztalhoz, és mindig egy rajtpozícióba ül. Az megvan. Van egy típusú vendég, aki úgy tud leülni, hogy mindig, valahogy mindig az asztalhoz közel. És bemész egy magyar szállodába, azt látod, hogy a svéd asztal melletti asztalok tele vannak. Nyilván azért veszem észre, hogy tele van, mert basszus mérges vagyok, hogy nem tudtam. De hogy odaül az ember, nem? Az igazi profi az a svéd asztalhoz ül le. Igen. De egyszerűen tényleg elképesztő, és az ember nem tudja saját magának megmagyarázni, hogy vajon tényleg mi történik, és nem feltétlen csak az éjség. Ez valami igen, másról szól. Én például nem szeretem, hogyha összekutyulják a soblói galuskát. Tehát mindig kihozzanak ilyen nagy tepsibe, és a vége az az, hogy mire mi végigesszük a teljes menüt, meg mindenből ettünk rendesen, és megvárnánk ugye a desszertet, ami ugye az egész étkezésnek a koronája legalábbis számunkra, akkor azt látom, hogy össze-vissza van kutyulva az egész, meg ott hagy egy kis tejszihabot, meg ilyen üres piskótát, csoki szószos, vagy ne adjis, hogy a kókuszos somlója, akkor ilyen kókuszos liszt, már egyáltalán gyakorlatilag nincsen belőle semmi. Néhány ilyen kis habpamacsított hever, meg össze-vissza tördelt piskóta, és ezért szoktuk azt csinálni, hogy már az elején elhozzuk a somlóit is. Na te vagy az a... Aha, na megvan, mondom. Igen, az egészet. Ugye a svédasztalos szedésnek az etiketje az, hogy egyszer odamész, akkor az előételt kiszeded egy kis tenyérre, és ugye azt haza, visszaviszed, nem mész vissza ugyanazzal a tányérral. Mi történik a magyarnál? Ő egyszerre fogja elvinni a desszert, a főételt. Mert nem tudja eldönteni, hogy melyik legyen az előétel. Érted? Nem tudja, hogy melyikkel kezdted, hogy egyszerre viszed. Egyszerre a három tányért már ilyen pincéri magasságokba emelkedve próbálod megvinni. Sőt, én olyat is látom, amikor egy nagy tányérra kiszeded a desszertet. Ne! Ne! Ilyen nincs! Van! Szállodában! Kicsi rakott krumpli, kicsi somlói, kicsi borsó leves. Hát a levest éppen nem öntötte bele, de mert az még a jobban elfért. Atya úristen! Meg tudod, mi van? Nem tudja, hogy rögtön hozzák-e például a vanília sodót, mert hogyha már... Milyen jól mutat az a brassói mellett? Van egy rohadt nagy tálca, tele van ugye aranygaluskával, és akkor kihoznak mellé egy literes ilyen kis vanília sodót. Vagytok rá 50-en. Persze, hogy már az elején mindenki iszonyatos mennyiségben rápakol a saját aranygalusájára, mire te odajutsz, már csak a galuska van, sodó már nincsen. Nagy nehezen összekapirgálsz belőle egy fél decit, rárakod a galuskádra, majd megfullasz tőle, annyi vizet kell inni hozzá, mint az állat, hogy lecsusszon. Miért nem szólsz, hogy hozzanak jól még laktál, sodót? Jól laktál vele, már egy grammot nem tudsz enni, de mit csinálnak? Hozzák a vanília sodót. De mondjuk ez te vagy, János, azért ez nem mindenki nem működik, ez te vagy. Na, tehát ezért hozzuk el már az elején. Tehát ez te vagy, hogy pont elfogy, mire lehőz újat hoznak, odamész üres, mondják, hogy most vitték el az utolsó. Tehát amiben meleg maradt. Neked a halálod a svéd asztal, mert ott te mindig megszívod. Na, drága hallgatók, tessék nekünk vallani. Ki hogy működik? Kíváncsiak vagyunk, ki a potyázós, ki a verekedős, ki a tolakodós, ki a résen lévő svéd asztalhoz közel ülő, rajtpozícióban elhelyezkedő, vacsorára betámadó, már 3-4-6-kor az ajtóban tolongó, de csak 6-kor beengedő potyázó. Írjátok meg ti, hogy viselkedtek. Így van, jó? De nem szégyenkeznél, csak én égek. Tessék őszintén vallani. A verekedős, a rokonokat odaengedős, a gyereket elküldős, hozzá makaronit, Pistike, mert agyonverlek, ha nem hozol a párnak oliva bogyót, gyerek tányéron 3 évesen egyensúlyoz. Ilyet is látunk, ugye? Elhoztam az egészet. 8 francia krémessel, a 4 éves gyerek, 3 gombóc fagyival, a fele leesik, mire visszaér, ilyet is látunk. Tehát ki mit csinál, jó? Tessék nekünk bevallani. Illetve ha van magyarázat erre a fura tömegpszichózisra, akkor azt is írjátok meg, hogy tényleg mi történik. Mi a fene történik a svéd asztaloknál? Látva a kínai videót, legalább megnyugtató, hogy nem csak magyar sajátosságot, ember embernek farkasa. Nem? Hát itt Magyarországon nincs kegyelem. Ne ezt csinálják a kínaiak. Kicsinálja azt, hogy félbevág egy zsömlét, mert telerakja garnéra rákra, aztán visz magának egy garnéra rákos rendzót. Nagyon örülünk a rokonokat, ismerősöket bemártó SMS-eknek is, jó? De a legjobb. Sőt, ha a saját sztoritokat nem merétek úgy elmondani, hogy a tiétek, tessék apukára, anyukára, anyósra kenni, így van. Mit csinálnak? Vagy láttam egyszer, Jani. Ott állt a sodónál. Tessék bemártani a rokonokat. Őszintén fejtsük meg, és legyünk önkritikusak magunkkal szemben. Mi a baj a magyarokkal, svédasztal szempontjából, hát a sikerül meg fejteni. Jó, várjuk az SMS-eket, mi pedig jövünk, Ákos, hírei után.
3:49 lesz pontosan, 3 perc múlva. Szép reggelt kívánunk mindenkinek, egy teljesen hétköznapi átlagos dologról beszélgettünk, de mégis érdekes a téma, hogy ugye mi megy végbe az emberben akkor, amikor belép egy szálloda éttermébe és meglátja, hogy svéd asztal van. Ugyanis felkerült egy internetes portálra egy videó, ahol is kínaiak önmagukból kivetközve tányérral merik az edényekből a garnéla rákot, 3-4 emeletnyit felpakolnak, rák tányér, majd megpróbálnak ugye eljutni az asztalukhoz, és hát egy tömegverekedés jelentei bontakoznak ki a szemünk előtt. Annak, aki megnézi ezt a videót, és rájön az ember, hogy na jól van, akkor azért nincs akkora baj, nem egyfajta magyar sajátosságról beszélünk. Úgy látszik, hogy minden hát minden náció megőrül, amikor svéd asztal közelébe kerül. Ezt lehet hallani azért az oroszokról is, például, hogy nem gyengén nyomják, hogy, és hát látjuk a kínaiakat is, ugye, hogy önmagukból kivetközve ember embernek farkasa, mert a rákot meg kell enni, el kell hozni. Ha kitették, ott nincs barát. Te nem lehet, ott hogy csak ellenség van. Ez egy ilyen, mit tudom én, a kínai Sobert Norbi fogyókúrás káborának az utolsó búcsú vacsorája volt, értem. Egy hétig csak puliszkát ettek? Igen, és meglátok a garnéra rákot, és mindenkibe felrobbant valami. Biogabi tartott egy kínai túlélőtábor kölespehelyel, és erőturmixel, és az utolsó napot. Igen, némi amarántal, és az utolsó napot láttuk. És ugye azt, arra kértünk benneteket, hogy írjátok meg nekünk, hogy ti hogy viselkedtek a svéd asztalnál. Lehet bemártani rokont, családtagot, apukát, anyukát, illetve bevallani, hogy ha nagy tolongás van, inkább leülök és nem eszem típusba tartoztok, vagy igenis ez egy harc, harcba indulok, odaszóltok az asszonynak, mindjárt jövök, és elindultok, és részt vesztek a háborúban. Ez a két típus van szerintem, a igen, csendes visszavonuló, igen, nem harcoló, és az, aki beleveti magát a forgatagba. És csendes visszavonuló, megvárja, míg lemegy a tömegverekedés, vagy inkább nem eszik, akkor, vagy nincs kedve, mert elmegy az étvágya. Aki durcásan feláll, megtörli a száját, még iszik talán egy korty vizet, aztán végignéz a többieken, és úgy látszik az arcán, hogy gondolja, hogy söpredék. Nem is biztos az, hogy durcás, én megértem, néha nekem is sajnálja, hogy nem ő volt a leggyorsabb. Amikor nem vagy annyira éhes, én is szoktam úgy érezni, hogy nem mindig akarsz ebben részt venni. Ha éhes vagy, akkor benne vagyok. Fölveszem a kis bukós is, akkor is könnyebbet is belemegyek. Akarok ebben részt venni, Viki. Amikor nem vagy annyira éhes, és látod, hogy ölik egymást, akkor azt mondod, nem, majd, hogy végén a gyerek meghagy valamit, most nincs erőm oda menni. De tényleg én néha így is tudom érezni. De mondom, valamikor harcra kész vagyok. Sőt, már a liftbe elkezdem hergelni magam. Igen. Hogy most. Vagy odaintél a pincért, és ők pedig megsúlyanak, hogy 6 perc körülbelül még jön a friss. Igen. Na van egy hallgatónk a vonalban, halló, jó reggel. Halló, szervusztok, Attila vagyok, újságíró vagyok egyébként, úgyhogy döbbenetes tapasztalataim vannak maszekba is, meg cégesbe is, ha érdekel. Na, miért írtál erről egy cikket, hogy a svéd asztal titkai? Én sportújságíróként dolgoztam, és hát ilyen szempontból, amikor tanuló voltam 18-20 évvel ezelőtt, engem küldtek minden sajtóra. Hát, jó, na most ha újságíró vagy, azért ezt egyezzük meg, hogy az újságíró társadalom 90%-át csak úgy lehet elhívni egy rendezvényre, ha tudtok zabálni. Tehát, hogy oda kell írni a sajtótájékoztató végére, hogy és természetesen büfével és védasztalra várunk meneteket, 30-al többen vagytok. Magyarok vagyunk, tehát a szállodában, amikor kirándulni mész, ugyanez van, tehát és azon bemész a svéd asztalhoz, és már azon fázol, hogy rossz a felhozatal, tehát már megsértődsz, hogy nem az a kaja van ki, amit te szeret, mert Feri mondta, befizetted, tehát ez a történet, ami igaz benne. Na milyen tapasztalataid vannak, Attila, hogy mit akarsz mondani konkrétan? Hát konkrétan figyelj, ugye eleve ez a kínai verekedős, ez szerintem magyarban is megvan, tehát a abszolút történet, hogy a rántott hús, például megvannak az éttermek, tudod, melyik étteremben mit adnak, vagy melyik szállodában mit adnak például. Tehát akkor odamész, és tudod azt, hogy ebbe az étteremben te a tarhonyás marhapörköltért mész, és ha nincs, akkor úgy távozol, hogy az egész napod el van lőve. Aha, tehát ez ilyen jó sztori volt. Aha, egy picit konkrétabb, ez kiváló sztori volt. Egy jó MLS-es sajtótájékoztató, ahol a mesteredző összepakolt magának 30 darab, kömény magos, meg sajtos pogácsát. Ételhordóba. Persze, meg amikor vannak a bérevők, akik leülnek körbe a kaja után, tehát ez a bevallókat, és ott teszokból írják egymás, hogy holnap hova megyünk enni. Na ezt mondom, hogy köszönöm, hogy ezt elismered, így van. Tehát az alapján választotok rendezvényt, hogy van-e kaja sokszor. Abszolút mértékben. Tehát abszolút mondjuk, hogy ide megyünk, mert a jelens a másik, ugye hol adnak ugye ajándékot, de ez ugye a szakmai kérdés. De szóval ilyen abszolút megvan. A kínai verekedés szerintem ez itt is megvan. Igen. Ugyanígy. Ezt elmondtuk. Attila, köszi, ciao, köszönjük. Hello.
Na nézzük az SMS-eket. Igen, ahogy én egyébként videófelvételeket láttam például az MLS-nek a sajtótájékoztatóira, én mindig csak azt látom, hogy három tányér van kirakva, és van rajtuk mindig ilyen 6 darab pogácsa, meg ásványvíz. Hátul van a svéd. Hát persze, soha nem oda teszik az elnökségi mellé. Siófokon nyaraltunk tavaly nyáron, svédasztalos reggeli volt, egy körülbelül 120 kilós fiatalember a konyhásnéni állítása szerint reggel 7-től 10-ig leült, és kaját mindenből vagy ötször, és vett, és megívott hozzá egy dobozni teát. Ezt Ádám küldte nekünk. Azt mondja, hogy én is, amíg érintetlen tepsiket szeretem, írja egy másik hallgató, a gyerkőcök még kicsik, rájuk hivatkozva, hogy milyen éhesek, az elsők között megyünk enni. Persze az utánunk érkezők az általatok elmondottak alapján kategorizáljuk, a srácainkat pedig nagyon vissza kell fogni, de tényleg, Nusi küldte nekünk. Pincér voltam régebben, és most, ha ilyen szállodába menjünk, mindig felrakok 3-4 megrakott tányért a karomra, és figyelem az arcokat. Azok a megvető pillantások, imádom. Tehát nem mondod, hogy fölpakolsz a svéd asztalán a három tányért. Atya úristen. Balatonon nyaraltunk a családdal, akkor a középső fiam 8 éves volt a rangsorban. A legkisebb, és a hatot küldtük vissza mindig a svéd asztalhoz. Harmadszor fordult már szegénykém, és odahozta az összes felvágottat azzal a címszóval, hogy most már ő is enni szeretne. Szegény. Ó, Istenem, Istenem! Viszont egy SMS-ben már magamra ismertem, Ed írja nekünk, hogy egy férfi leveses tálba szedett mákos gubát, nem keveset, nehogy a valiliasodon lefolyjon a tányérról. Na ez vagy te, hát, de basszus, hát vadon, megérkezett a vadon család hát a svédasztalhoz. Ki az a dilettáns amatőr kezdő, aki lapos tányérba szedi a mákos gubát, hogy aztán tényleg alig férjen rá valiliasodon. Nekem az anyósom a pakolós fajta, a létező legnagyobb ritikült nylon zacskóval előre kibéleli, és úgy pakol a svéd asztalnál. Mondtam neki, hogy engem ez nem zavar, de én nem vagyok ez a típus. Mire közölte, hogy akkor én rossz anya vagyok, mert nem gondoskodom a családomról. Egyébként a férjem családja nagyon tehetős milliómosok, ami ezt nem indokolja. Na, álljunk még egy pillantra. Tehát mama fog egy kicsi kis ritikült, nylon tesz bele, és belekanalazza a rizibizit. A rántott hússal a tetején. Nekem nagyon persze. Tetszik, ez nagyon szép. És akkor csak János, ne. Kedves, ez a kedves idős asszony, nem mondta, hogy gondol tényleg a családjára. Nem mondta, hogy ételhordóval mész a svéd asztalhoz, vannak néhányan, akik ilyen esemes csinálnak. Ételhordóval nem, de ez a nagyon dolog nekem még nem volt. Na de várjál, tehát fogod a tányért. Nézzük, hogy néz ki ez a gyakorlatban. Fogod a tányért. Szedsz egy szelet rántott húst, teszel mellé némi rizibizit, majd kettőt bemersz a táskádba a ridikülbe. Nem, már rosszul csinál, te látszik, hogy nem csinálsz. Tehát ez nem ritkán. Ugye? Uh-huh. Tányér, három szelet rántott húst teszel rá, és igen, a rizibizit. Leteszed magad elé, nem ott csinálod a svéd asztal, várjál, mondom. Feri, ne. Lehozod, ezt leülsz az asztalhoz, és a ridikül vagy retikül ott van az öledben. Nagyon jó. Odafordítod a két rántott húst, behúzod a ridikülbe, egy még rajta marad, hogy lássák, hogy teszel. Fordítasz egy felet is rá, húzod a rizibizi egyik felét is, becsukod a rizsőt, és megeszed. De ezt legközelebb, amikor a bánkon leszünk, megcsináljuk. Múlinak kibélelem a ilyen villámzáras nejlonzacskóval a ritikülért, vagy kis táskáját, és teszedjük tojásos nokedlivel az egész. Úgy azt hiszitek, hogy salátát a másikban teszed. Szidod magad nagyon, amikor fönt hagyod a szobába az ételhordót egyébként? Mikor így elmentek a lova, vadon család? Nem. Mondod, Móni, nem megint az ételhordót, nem azt tudtuk csinálni, hogy az első étkezésnél hátul a fikusz mögé. Ezt hallgassátok. Orosz néni a trófeában megette a nyers húst, mert mindenből evett. Ugye vannak olyan gyors étel, vagy éttermek, ahol Zseni, neked kis kell sütetned a húst. Igen. Néni ilyes volt egy picit. Megette a nyers húst. Igen, ez a ultrapaleo vonalomhoz. Hogy gyorsan kellett tenni. Azért az meleg, nem? Mikor nem viszi el sütetni, hanem megeszi a szemben. Mama. Ennyire az 180 fokra dobjuk föl. Ennyire nem sietünk. Tele van egy csomó minden, azt süssük meg előbb, mert nem annyira egészséges. Legalább melegítsük meg előbb. Gyerekek, nem hiszétek el, én láttam olyat egy magyar szállodában, hogy egy turista odahúzta a széket a svéd asztalhoz. Szerintem ez komoly. Hogy orosz volt, el tudom képzelni. Simán el tudom képzelni. Expo szállóban voltam hidegkonyhás, az orosz csoportban a nők 10 személyes az tárról a ritikülbe borították a felvágottat. Atya úristen! A gyerekek. Így, mert napközben jó lesz. Hát most az ugye a reggeli, de... Nem szeretem ezt a fajta szolgáltatást, mert nem tudok enni, elmegy az étványom a látványtól, ahogy falnak. Szánalmas, viszont rettenetesen szórakoztató. Mondom, hogy van ez a típus, aki nem száll harcban. Igen. Balatoni szálloda vacsorán puposra szedett tányér, 3-4 fajta főétel kölet, elég kétszer fordulnom, sütinek hasonló módon. Nem vagyok torkos, csak szeretem a hasam. Uh-huh. Nagyon sokan írják, hogy egy helyre megy, tényleg összeszednek mindent egy tányérra. Úgyis egy helyre megy. Kicsit olyan keleties, az indiaiak is mindent összeesznek egyszerre. Igen, van még egy hallgatónk, halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok, Robi vagyok. Robi, mit csinálsz?
Jelen pillanatban ülök egy parklóba is várom. Ugye a svéd asztalnál, bocsánat. Mindig magas labda. Bocsánat, rosszul kérdeztem. Igen? Hát én egy nagyon negatív élményemet szeretném megosztani itt veletek. Tavaly nyáron nyaraltam Siófokon egy hotelben, és ott az volt a szobánál kiadva, hogy 7-től este 9-ig lehet vacsorázni. Hát 4:45 és 7:30 után már szinte nem volt semmi az asztalon. Fél órával a nyitás után. De utol derült ki, hogy miért, ugyanis a személyzetnek is az volt a vacsorája, amit mi ettünk, illetve az utolsó két napon már megdöbbenve láttuk, hogy nem csak a személyzetnek, hanem a személyzetnek azoknak a rokonai is már bejöttek a svéd asztalt megenni, akik a környéken ott nyaraltak. És amikor mi ezt szóvá tettük, akkor annyit mondtak, hogy hát miért nem jöttünk hamarabb. Aha, de miért nem volt ott hétre? Így van. Az egy orosz csoport volt előttetek. Hát, ha ők lettek volna, akkor azt mondom, hogy megértem, de mikor egy utcáról belső lentető vendégeti meg előled, azért. Jó minőségű szálloda lehetett ez, de azért az utcáról bemegy valaki, és rámegy a maradékra, azért az szép lehetett. Igen, hát úgy az utcáról, hogy mondom, tehát ez konkrétan a szobalánynak, meg az egyik konyhásnak voltak a rokonságai. Rokonság. Ugye kisbabástól mindenestől bejöttek, mert ők arrébb egy magán apartmanban voltak elszállásol, nem volt vacsora, és ők úgy mondtak, hogy akkor megbacsoráznak. Köszi, hogy elmondtad. Én köszönöm. Utolsó SMS, a Bakonyban voltunk egy szállodában, a reggelinél bejött egy 4 gyerekes család, anyuka sorban elővette a gyerekek kulacsait, és megtöltötte meleg. Hát figyelj, mert kirándulni ott kell a meleg ital. Nekem azzal nincs bajom, ha valaki néhány szeletet felvisz a gyereknek, ahol kisgyerek van, tudod, ott pont nem éhes, egy óra múlva már kopog a szemem, nekem, én az, ahol látom, hogy gyerek van is fölviszi, az nem, de ez mikor kulacsot megtöltött, szerintem picit erős. Meleg ital, egy termos kávé. Apuka sora készítette a szendvicseket az útra. Kirándulni mentek, valami nagyon tipikus. Nagyon tipikus. A gyereket felváltva küldözgette, hoz még egy kis sajtot, hoz még egy kis paprikát. Szeretem. Minden suttogva, hogy meg ne hallják a többiek. Persze mindenki látta. A pincérek kinyugban mosolyogtak, élmény volt. Hát igen, kemény. Na jó, drága hallgatók, köszönjük szépen. Megegyezhetjük azért azt önmagunk védelmében, hogy az oroszok, ahogy látjuk, a tunéziaiak, az arabok azért szörnyen viselkednek. Ők is szintén. Évekkel előttünk járnak, még kell egy kis idő, míg beérjük őket. Van, aki ezt bevallotta, a Ritikülbe 25 gyártott szendvicset pakoltam be, utána a szállodaigazgató megkérdezte, ugyan minden. Nem már. De nagyon jó. Nagyon szép SMS. Na jó van. Megmutatjuk, mi a beugrás a hármasugró. Mi a beugró hármasugrása. Jó, figyeljen mindenki. Ez a beugró a hármasugráshoz. Jól van, na. Ez könnyű. Egyszerűcske. Egyszerűcske, igen. 2 darab dalcím előadva. Ezt írjátok meg nekünk, hogy mit hallottunk, jó? Mi pedig jövünk Ákos híre után. Morning Show. És most folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggelt! Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Ez itt a Morning Show. 9 óra után vagyunk pontosan, 11 perccel. Úgy szeretem ezt az akik nélkül nincs reggeli rádiózás, nem? Éljünk a mában. Persze. Csak hol legyük majd éljünk a jelennek, nem? Azt akik a verzió, nélkül hogy most még. Akik nélkül nem volt rádiózás. De ezt ki fogja leadni? Éljünk a jelenben, akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Tegyük oda, hogy most még. Írassunk egy új szignált. 9 óra múlt 11 perccel szép reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk. Emilio, ez igen, írja nekünk Edit. Remek Mester Tamás számolt, köszönjük. Hát ez már ugye hagyomány, jönnek a megfejtések, hogy mit is hallottunk egyébként. Na, aki esetleg most kapcsolódott adásunkban, annak mondjuk, hogy jó idő lesz, csütörtökön érkezik egy nagyszerű felmelegedés még, ha lehet ilyet mondani, a felmelegedésre és a 3 napos ünnepre, a húsvétra. 18-20 fokot mondanak, szikrázó napsütést, és mindent, ami ahhoz kell, hogy az ember azt érezze tényleg, hogy jön a tavasz, jön a nyár, meleg húsvét. Sokkal jobb egyébként. Valami rímet kellett volna még rátolni, és akkor meg vagyok. Meleg húsvét, téged vár. Gyere velünk, gombát szedni, nagyon. Szóval, hogy jó idő lesz ez a lényeg. Jó lesz. Sokkal jobb egyébként tényleg ilyen langyos időbe feküdni az árokban, arccal lefelé. A négy irányában. Elég már kerékpárral takarózni, tudod? Igen, meg az ároknak az alján lévő némi kis vizecskét is jobban felmelegíti már ilyenkor a napocska, és akkor sokkal jobb úgy beleesni a biciklistől. Jó is az. Elfigyel hozzá tartozik. Így
Jaj. Húsvétkor belefér. Istenem. Húsvétkor belefér. Volt, amikor elindultunk a kis útjainkra, egy ilyen csapatostul, hogy összeszedjük a kis tojást, a kis csokoládékat, a kis igen, persze mindenki. Ez olyanokhoz is, akikhez egyébként évközben egyáltalán nem mentünk át, akik kifejezetten nem csíptük egymást, és mégis átmentünk, hogy hát, ha egy 50-essel, vagy egy 100-essel, vagy akár csak egy 20-essel is beljebb leszünk, és akkor már olyan 8-9 magasában már látunk szomszéd bácsikat furás hétálni. Én konkrétan van a települések falvak, ahol 9 órára mindenki makonyra nézik. Biztos vagyok benne, hogy ugye itt talán a nagyobb városokban, Budapesten az egész locsolkodás azért ez egy fontos ünnepkör, de azért ez Budapesten kívül vidéken, ez sokkal hagyománytisztelőbben megünneplik, mennek, önzik a lányokat. Az 9 órára szerintem az egész falu részeg, biztos vagyok benne. Az nem magyar ember, aki nem hallotta még azt, a név természetesen az helyenként változik. De ez az utolsó még Jóskéhez is átmenne. Igen. Az biztos. Hányszor hallottam ezt. Foglalkozunk majd úgyis a húsvéttel természetesen a héten. Mindenféle sztorikkal csavarva egyet a dolgon, de nyilván kihagyhatatlan. Kihagyhatatlan. Sacsék megsértülnek, hogy hozzájuk nem még. Azt mondja, hogy jó napot kívánok, írja egy hallgató. Ortobányon a körforgalomnál mérik a Debrecen irányába haladókat. Vegeta üzente nekünk. Kezdődik felkiáltása a Kecskemét környékén. Az M5-ösen alig hallani az adást. Azt mondja, hogy 103.3 pont jövögettek, 100.5-ön semmi, 100.4-en Kossuth. Igen, ott van egy luk. Ott van egy luk, így van. Ezért írta hallgatunk, hogy kezdődik. 60 belvárosában mérik a Budapest felé haladók sebességét. Ervinke küldte nekünk, nagy baleset a 4-esen, az Albert Irsai lehajtónál, félpályás útzár, rendőr, mentő, tűzoltó a helyszínen. Orsi, köszönjük, hogy elküldted. Trafi Balatonkenesén a stranddal szemben, valamint a 4-es úton Szolnok bevásárlóközpont lehajtónál, trafi a 70-es táblánál, úgyhogy ott is mindenki vigyázzon. M5-ös 44-es kilométerénél Szeged felé mérés folyik, és a 3-as út beállt az M0-ástól. Úgyhogy ott is vigyázzon mindenki. Na, csak gondolkoztam. Régebben úgy is tudtál gondolkozni, hogy közben beszéltél. Ez is igaz. De hát most már értem. Nem, nagy téma értem. Egy pici szünettől nem kell megijedni. Egy igazán profi szereti a csendet. Tehát nem, az nincs azzal baj. Egy pillanatnyi csend ugyanolyan fontos, mint ha végigbeszélnék. Súlya van. Ott van egy tempóváltás, levegőt veszek, átgondolom, mit akarok mondani, és leteszem az újságot, és aztán mindjárt mondom. Pénteken volt egy témánk, Feri. Igen. Ugye? Melyik? Pénteken vagy csütörtökön volt? Mikor volt a Feri exes témája? Mi van? Gondolkozol? Igazi profi vagyok, nem félek a csöndben. Más az, akkor vagy... Csütörtökön vagy pénteken? Akkor vagy csöndben, amikor kérdeznek, vagy amikor nem kérdeznek. Pénteken az is most. Pénteken volt. Volt egy exes témánk, ugye, ami te indítottál el, mert ugye megtalálták a te szakdolgozatodat, és a diploma munkádat valahol az utcán hever. Így van. Miért? Uh-huh. Most rossz volt a sztori, dobjak most egy százat? Nem. Hát nem, az akkor az megragadtad a lehetőséget, hogy amit addig sokan rebesgettek, leginkább te, hogy van diplomád is. Megiratott diploma munkád valakivel. Igen. De nem is ez a lényeg, elmondtad, hogy az egyik exed egyszerűen, hát ezt hanyag módon kidobta az utcára valószínű, és egy nénye felhívott téged, hogy Ferenc, megtaláltuk, ugye? Hát igen, megtaláltuk a diplomunkádat az utcán heverni, szinte egy lomtalanításnál. Így van. És te tudod, hogy ez hol volt utoljára, sok évvel ezelőtti exedről van szó. És egy havi zóna kosztér cserébe ezt átadta neked. Várom szeretette. Ez a gondolat, ez minket nem hagyott nyugodni, Jánossal. Nem bírtatok aludni a hétvégén? Nem. Véget ért az adás, és hosszú ideig... Mondom, diplomája ennek? Hogy nem tudtam napokig aludni. Igen, hogy kivel irattattam, ez a kérdés. Megkeressük. Nem hagyott nyugodni a gondolat, ugye az exes téma is jó volt szerintem, de érdekelt, hogy ki volt ez az exed. Tehát mi azért néha tudunk Janival olyanok lenni, mint egy felborult libáskosár, kicsit utána kapartunk a dolognak. És egészen miért érdekes. Miért nem hívtatok föl, gyerekek, de mert tényleg? Mert pont a hátadat akartunk. Hát de ha annyira érdekel, megkérdezed, megmondom. Úgy akartuk ezt elkezdeni, de hátad mögött. Mert ugye itt valahogy ez nem derült ki, nem kérdeztünk rá, de azt éreztük, hogy te se nagyon jöttél ezzel elő. Mondtad a nevét? Mondtam a nevét, igen. Uh-huh. Hát akkor lehet, hogy ez bennünk nem maradt meg, vagy fejben mondtad. Jó, meg hát nem mindig hisszük el, amit mondasz. Soha nem hisszük el, így pont. Hát, utána kutattunk ennek egy kicsit. És rájöttünk, hogy közvetlen formában mi ismerjük őt. Így van. Nem személyesen, tehát nem úgy, hogy mi találkoztunk vele és bemutatkoztunk,
Most tényleg de? Ez azt, hogy most be akarod lökni? Nem sőt. Mondom még el a nevét, de megtudtuk, hogy egy másik rádiónál dolgozik. Igen. Jó nyomon vagyunk? Igen. Jó. Jó, jó nyomon jó vagyunk. Nyomon. Egy másik rádiónál dolgozik. Aha. Tovább görgettük ezt a dolgot, mentünk tovább. Erre nagyon jó embereink vannak itt a rádióban, akiket csak meg kell nyomni egy gombot rajta, és nyilván minden volt. Tehát, hogy azért mi? Itt azért nem kellett nagyon messzire menni. Egészen az Annáig, hogy kiderül. Anna. Tehát mi tudtuk, hogy ki a megfelelő ember, akit föl kell hívni, és el kell, ki a Feri Exete, mondd már, mert megőrülünk. És kiderült, hogy egy másik rádiónál dolgozik. Nagy titkokat tudtatok meg. Nagy titkokat tudtunk meg. Ennek örültünk, nem? Örültünk neki. Mondjuk azon meglepődtünk, hogy István Danival jártál. Igen. És arra gondoltunk, hogy járjunk ennek kicsit utána, hogy hogy a fenébe került ez a diploma munka, és ez az államvizsga az utcára. Ugyanis a te exed, és ezt lehet, hogy említetted, vagy egy fél mondatban elmondtad, de nekünk ez nem esett le. Az exedet úgy hívják, hogy Bella Gabriella. Azt a kutya fáját. Jó, az informátor. Jó, nyomon, de most zárójában Anna. Igen. Benne. Hogy te a Bella Gabival jártál? Hát, egész pontosan együtt éltünk. Együtt éltetek. 7 évig. Oh, 7 gyönyörű évet húztunk le egymással. 7 gyönyörű évet, aminek igen. Az lett a vége, hogy a diploma munkád az utcára került. Akkor valószínűleg neki nem volt igen, olyan gyönyörű. Ez egy szomorú vég. Ez egy nagyon szomorú vég. Kíváncsiak leszünk, hogy vele esetleg tudnánk beszélni, hogy milyen lenne az a jelző, amit ő használ erre a 7 évre. Igen, hogy gyönyörű. De most akkor lehet, hogy az van egyébként, hogy ő várt arra, hogy én visszamenjek, addig megtartotta a diplomamunkámat, és mikor föladta, hogy én már nem megyek hozzá vissza, akkor dobta ki. Nem vette egy új kanapét, most vette meg, aminek az alját, hogy ne billegjen, már nem kell. Igen. Nem egy barátságos gesztus ez, nem egy barátságos gesztus, de... És nem már, hogy fel akarod hívni. De és arra gondoltunk, Janival, hogy ugye most azt halljuk, ugye, vagy egy ideje már, hogy a műzikban dolgozik, ráadásul már a reggelben van. Hogy hívjuk már fel a Bella Gabit, vagy legalábbis próbáljuk már megelérni, csörüljünk már, és kérdezzük már meg, hogy ez a diplomunka mi a fenét keres az utcán, és tudja el Gabi, hogy Rákóczi Feri diplomunkáját ő egyszer csak kihajította az utcára, nem vagy elköltöztek, ilyenek. Vagy megtalálta a jelenlegie, és azt mondta, hogy na hát, ennek mennie kell az exi. Próbáljuk meg, hogy tudja-e, hogy azzal haknizol, hogy 7 évig belejárt. Nagy összefonódások vannak a rádiós iparágban, ez egyik hírszerkesztő, a másik reggeli műsorvezető. Az exe, és ők közben itt finoman ugyanabban az idősávban beszélnek, de hát egy hosszú vajon kapcsolat lett illetve. Összebeszélünk-e még azóta is? Hogy mondtad, hogy nem nagyon. Azt mondtad, hogy nem hát nagyon. Hát egy évben egyszer. Igen. Húsvétkor, vagy ilyen karácsony, vagy valami... kicsi angyalok szálljanak az ablakodra, gondolom, megy egyébként. Persze. Nem, születésnapja környékén szoktam. Én rám csörögni, ő nagyon rám nem. Mi a kifogás, hogy kidobod az exed diploma munkáját? Egyáltalán tudta-e, hogy ő kidobta? Megpróbáljuk őket elérni. Általában valahogy ők nem mernek velünk beszélni, vagy nem beszélhetnek, nem, vagy az a policy, hogy... Ezért nem is beszéltük meg előre. Ezért nem beszéltük meg előre. Futunk vele, majd megpróbáljuk. Adjatok egy Music FM központi számot. Rájuk csörgünk. Itt van. És ha ez megvan, akkor az összes kisebb vidéki rádiót is végigtelefonálgáljuk, ahol szintén benyomogattad az exeidet. Nem én nyomtam be, ő saját jogon le. Persze, tudjuk. Már kezdődnek 7-essel számok, tényleg? Én nagyon ritkán hívok vonalast. Följük a központjukat. Nem. Látszik, hogy ott nem Anna ül. Foglalt. Fölhívjuk még egyszer. Jól mondod, kiabál az Anna. Mikor beszéltél vele utoljára? A szülinapján, tavaly. Igen. Tavaly? Te hívtad, tavaly. Vagy rátszergött a szülinap? Én szoktam, csak ő nem szokott engem. Hát is mentél? Nosztalgiázt? Jól néz ki a csaj. Jó. Nagyon. 061. Ja, kösz, régen hívtam számot. Jézus! Nem tudtam, hogy 061-eket. Nem tudtam. Isten hozott idén. Gyerekek, utoljára... Nem engedi a 061-et. 061-799. Valaki azt írja, hogy gyerekek. A Banita. Micsoda Banita? De ő már nem dolgozik egyébként. Nem, ez nem. Aha, jó, ez nem adjatok az... egy adás telefonszámot. 061. Várj, megvan az adásuk telefonszám. Oda be lehet csörögni, vagy a bocsiéknál? 06. Szerintem minden hozzászólóan körülnek, biztos, hogy felkapják. Jöjje. 895. Ez a 895 mi? Ja, Freki. Na. Na, kicsit. Oké. Na, jó. Ez az adás. 895. Music FM, tessék. Balázs Morning Show, hello. Balázs Morning. Elakadt a szava. Ne! 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 Ne!
Ránk teszi még egyszer. Fia, Balázs van, hogy lesz az ott kéz. Nem már. Ő letette. Akkor nem lehet, hogy tegyük lesz. Nem, most 8-9. És még a bocsi internet. Hogy szóljatok a bocsiéknak, hogy keressük őket. Légy, ne legyenek már nyugodtak. Figyelj. Most mondom. 29-et, Music FM, tessék. Újra én, hello, rám tetted az előbb. Balázs, Morning Show. Igen. Megszakadt? Igen, 89-et, Music FM. De hogy az előbb mi történt? Megszakadt? 103 áron mondom. Fogalmam sincs, nem tudom, de bocsi, most így van, figyelj, játékot követik. Hát hogy hívnak, hello? Rebeka vagyok. Rebeka, hello Rebeka, figyelj Rebeka, örülök, hogy találkoztunk. Be tudnál kapcsolni a Gáborékhoz minket? Ezt most nem tudom. Mit? Akkor én játszanék. Én meg a Vadonyani vagyok. Mitől függ? Ez komoly? Ez halál komoly, aha. Jó, tartod egy picit a telefont? Tartsam? Tartjuk, igen. Megkérdezed? Ne hozz zavarba. Jó, figyelünk, megkérdezed. Várunk. Ne hozz zavarba ezzel, hogy tartsam-e. Ez most náluk szól adásban? Igen. Jó szó. Hát Isten Dani szakszofóla. Istvánban is seghúbolázz. Hülye. Most elrohant, hogy mit kell ilyenkor csinálni. Hát szegény nem tudja, persze, de hát Rebeka nem, hát ő erről így nem dönthet. Hova megy ilyenkor, a programigazgatóhoz, vagy a bocsékhoz? Ugye ez a nagy kérdés. Ja, figyelj, hello. Itt vagyok, Rebeka, hogy nád? Figyelek rád. Mondasz nekem egy telefonszámot, és azon fogunk téged visszahívni. Okay. Be 555. Igen. 5500. De hívhat a... 55-00. Igen. Igen. 55-55-00. Kérnénk tőletek 5 percet adásban. Rendben. Lehet ilyet? 5 percet adásban kérnének tőletek. Lehet ilyet? Jó, oké. Okay. Tudjuk tartani addig, amíg lejár ez a szám. Tartsuk. 55-00. Nem. Ezen fognak hívni. 555-55-00. Addig. 555-55-00. Jó, bocsi, oké. Okay. Bocsi? Ezen fognak titeket hívni. Jó, vagy a bocsi csörögjön rám, az is jó. A privátum, amin a... Jó, csörögnek ezen a... Most fognak hívni titeket ezen a számon, jó? Jó, Rebeka, jó van, okay. Ügyi vagy. Jó van, leizgulj, puszi, köszi. Tudjuk ciao. Tartani, mi meg vagyunk reklámból novemberig. Utána meg már... Ki van fizetve elő? Na. Istenem. Szegény. A Bella Gabi náluk most műsorvezető, vagy híres? Híres, csak így híres, de közben beemelik, ugye? Hogy néha beemelik. Én kell azért egy nő. Nekünk mondod, három kanül is minden reggel. Figyelj, és néha bejön az három kanül. Három kanül minden reggel. Szóval, várjál, most ezt hallom. Most a bocsék, ilyenkor mi van ott? Ilyenkor visszahívnak? Gondolom, hogy ilyenkor ők játszanak, nekik is vannak ilyen kötelező játékaik, vagy hát műsor elemek, ami ugye náluk nem, is van. Nem, rohangálnak össze, és azt mondják, hogy jaj Istenem, mi legyen. De nem, ha ez a bocsi az eljut, akkor ő visszahív. Visszafog. Tehát, hogy ő tökös, ő nem fél attól, hogy most mit lehet és mit nem. Tehát azzal nincs baj. Na. És akkor megkérdezzük. Hogy miért? Hogy miért? Gyufát. Kihúzok a Gabi, gyufát. Miért? Gabi, mondd meg nekem miért. Miért tetted ezt? Miért? Az a baj, hogy nem így kell feltenni a kérdést, mert akkor ketten akarnak rá válaszolni. Jó. Játsszuk le addig a játékot. Hogy jó, Anna úgyis szól, ha itt vannak bocsiék, jó? Micsoda, Gabi, miért? Akkor ezt pontosítani kell a kérdést, meg ketten akarnak már így rá válaszolni. Gabi, miért? Miért tetted ezt? Jó, addig lejátszuk a három sugárt, de itt maradunk, mert ha jönnek a bocsik, akkor azonnal adásba tesszük őket, hogy tudjunk beszélni a Gabival. Tehát kíváncsiak, hogy mit mond. Jó, úgyhogy addig gyorsan játszunk egy három sugrást, figyeljetek. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Na. Szóljál, Anna, ha közben itt vannak a Gáborék, mert írok a Gábornak is egy SMS-t, hogy ne legyen kakisabb ugye. Nem akarjuk bántani. Ne, Gabi, jó arcokat. Ugratjuk egymást. Itt van a játékosunk. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hello, ciao! Gábor, hello Gábor! Hello! Hát itt egy nagy rádiós pillanatban játszol éppen. Igen, Rebeka bátyja vagyok egyébként. Igen, vannak összefonódások a két rádió között, hogy halljuk. Igen, imádom a húgadat. Szegényként annyira megijedt, ránk tette a telefon. Balázs, mondj, hogy szegény, igen. A másodjára már kapcsolat. Jó, de gyerekek, ember legyen a talpának, ez hirtelen. Én meg együtt szinkronúztam a Danival. Milyenek a kérdések, Jani? Könnyű. Mehetünk, Gábor? Fussunk neki. Így szól az első kérdés. Melyik városban követtek el merényletet Ferenc Ferdinánd osztrák főherceg ellen?
Szarajevo. Így van, de jó. Menjünk tovább. Aha. Így szól a második kérdés baseball sapkáért. Hogy mondják idegen szóval azt, hogy függőség, szenvedélybetegség? Addikció. Addikció, igen. Jó vagy. Nagyon jó. Jöjjön a harmadik kérdés Morning Show-s óráért. Alig várom, hogy megnyerhessem. Nyerjük meg. Melyik növény adja a pamutgyártás alapanyagát? Hát ez... Nem is értem, hogy ez hogy harmadik kérdés. Ne kapkodj. Majd figyelj, érnék. Zanándzsírrel kezdődik. Így van. Gyapot? Ilyen is van. Ilyen is. Megvan az ajándékcsomag, sapka, nem majdnem azt mondom, hogy sál, de az nem. Óra, nyakbalkasztó. Nyakbalkasztó, és mind-mind Morning Show-s. Nagyon szépen köszönöm. Gábor, hát mi köszönjük. Jó, ügyes voltál. Hogy kiderüljön, hogy Bella Gabi miért dobta ki Feri diplomáját. Hát most már csak de ellenkező, te is megtetted volna, hogy ráfirtatsz, nem? Hát ezt megtudtuk, hogy Bella Gabi, hát ezt nem hagyjuk ki, hogy miért vágta ki Feri diplomamunkáját. Rákereste Bella Gabira a Google-be, megnéztem. Jó napot kívánok, mi? Jó napot kívánok. Igen. Na, igen, akkor még nem látott jól, amikor vele fél. Mi se értjük, hidd el, Gábor, mi se értjük. Köszi, ciao. Jó, én köszönöm, sziasztok. Ciao, hello, hello. Hello, hello. Nem tehetek róla, minden csajom. Anna integet, gyerekek, Anna integet. Valakivel beszél. Mondjuk tegyük hozzá csak azért, mert megosztottátok az albélet költségeit. Fizet, jól felfogott érdekem. Kit kapunk? Itt van valaki? Na, halló! Jó barátod, Gábor! Hello! Hello! Nagy tapsot neki! Hello! Várjál, nyomok egy tapsot neked! Hello, Gábor! Ciao! Erősebb a tapsot, figyeled? Mint... Nagyon komoly tapsunk van, de én ezt... Igen. Mint a régi szép időkben, amikor összekapcsolódtunk, ugye? Sok-sok évvel ezelőtt. De nekem azt mondta valaki, hogy játszani akarsz a játékunkban. Fogalmat sincs, hogy miről van szó, ugye? Vagy mi játszunk. Hát gondolom valami szellemi mélyrepülés, nem? ez most sajnos Balázs mellé trafáltál. Ráadásul itt Nikolett az előbb elvérzett a kérdésen, tehát ez egy húsvéti játék, igen. Húsvéti játékot játszotok? Hát az nagyon jó. Ti előbb lehúzzátok a rolót, mint november, vagy miért kell már most lejátszani? Nem, ezt egészen húsvétig tartjuk, azért, mert bizony megtaláltak bennünket olyan szponzorok, akik már elkezdik a húsvétot. Nagyon helyes. De nyerhet Balázs. Nyerhet? Mi a nyereményetek? Mi a nyeremény? A nyereménye, de egy Russell Hobbs lángvörös színű literes vízforraló. Milyen komoly nyereményétek vannak, gyerek. Régóta megvan egy nyeremény. Egy jóféle kis vízforraló. Figyeljetek, köszönjük, hogy visszajuttatok. Rebekával beszéltünk, ő egy tündér, elsőre egy picit megijedt, de aztán nagyon helyesen kezelte az ügyet. Ő a telefonosotok? Igen. Nálatok az Anna. Nálunk az Anna, nálatok. Nálatok nem lehet olyan jó, mint az Anna, de... Nagyon cuki volt egyébként, megoldotta. Na, amiért mi csörögtünk, annak aktualitása van egyébként. Na. Nyilván hétvégén visszahallgattátok az archívot, hogy mivel foglalkoztunk, és... Balázs! Ez most nem tol, ugye? Látom a témáitokat, hogy elég sűrűn följöttök a honlapunkra. Balázs, itt látlak, amikor dobod be a pendrive-okat a portaládán, hogy elcsináltok, hallgatok meg, bocsi! Hogy... Szóval a hétvégén beszélgettünk arról, hogy Feri megtalálta az ő diplomamunkáját, illetve pontosabban fölhívta egy nagyon helyes idős néni, hogy megtalálta Ferenc diplomamunkáját az utcán heverve, és próbáltuk kitalálni, hogy vajon mi lehetett, és ugye kiderült, hogy hát valószínű, hogy ezt kidobta az exe. De mi ezt itt még nem sejtettük, hogy ez a dolog folytatódik, majd Jánossal mi pénteken az adás után kicsit elkezdtünk beszélgetni, hogy járjunk ennek utána, és nagy dolgokra jöttünk rá, amit mi tényleg nem tudtunk. Bizony. A Bella Gabira célzó, fogadjunk. A Bella Gabira célzó, igen, kiderült, hogy a Rákóczinak az exe. Egyébként, bocsáss meg, Balázs, hogy félbeszakítok, de egyébként én is akarom, most már tényleg hadd tegyem fel a kérdést, de a Rákóczi milyen szerető volt? Isteni. Nem lapított agyon a súlyában? Nem, mindig ő volt fölül, tudod, Gábor? Vannak más pózok is, mint amit te ismersz. Gabi? Hogy te mindig szeret felül lenni, ez volt. Nem mindig szeretek, de... Ezzel mentetted meg a saját életedet. Néhány esetben szeretem. Milyen érzés most vele beszélgetni? Ott van a vonalban. Mi jóban vagyunk. Csak ti még találkoztok? És nem bizsereg még néha valami? Nem találkozunk, néha szoktunk beszélgetni telefon. Nem is tudom, mikor találkoztunk utoljára, Töki. Újra érzed a füstöt? Szalonna szagot? Legalább te legyél velem, segíts nekünk ezt megmondani, vagy elmondani, hogy egyrészt mi volt Feri beceneve? Hogy hívtátok egymást? Vagy Töki, ja, bocsánat, nem hallottam. Töki! Jaj, te cuki, Töki! Nem véletlenül. Kicsi Töki. Nem kicsi. De miért a lapon volt? Fel kéne pörgetni a dolgot, mert még a játékunkat be kell fejezni, és nekünk hírek jönnek. Nem tudom, hogy nálatok mi lett. Gyorsan tedd fel a lényegre törő kérdésedet, ha van egyáltalán. Hogy került
az utcára, közgabi? Hogy került az utcára Rákóczinak a diplomamunkája, Gabi? Hát ez tök egyszerű. 2004-ben elköltözött tőlem, és ott felejtette a papírjait. Kidobtad most. Na de miért kiraktad az utcára egy lomtalanításnál? Nem, ez történt, hanem az történt, hogy néhány éve felújítottunk, akkor mindenki került a garázsba, és akkor én most decemberben vagy novemberben fel is hívtam a Ferit, hogy el fogok költözni, és a garázsban van az összes tudtam. És hogyha valami hiányzik az életéből esetleg, ami az elmúlt 12 évben eddig még nem tudatosult, akkor legyen a kedves, jöjjön ki, és akkor válogassa ki, ami kell neki, mert hogy én nekem nem lesz időm arra, hogy én mindent szelektáljak, hanem mindent, ami ugyanis az összes exemtől származik, az kimegy az utcára. Az összes exemmel az enyémet is együtt tartottam, igen, nem? Csak azért, hogy játékban is maradjunk, tehát gyorsan a húsvét időpontját 325-ben állapították meg. Melyik vasárnapot jelölték ki? A. A napi egyenlőséget követő holtölte utáni első vasárnapot. B. A napi egyenlőséget követő holtölte utáni második vasárnapot. C. Az év 13. vasárnapját. Hú, mi van? Gyerekek, mi van? Balázs, mondjál már valamit. Nem, ha összetudok nektek szedni egy büntetést, azt örömmel veszem, nem mondok semmit. Büntetést azért nem kapunk, mire mi nem kapsz te. Ha túl intelligens hozzátok, Banita hagyott még néhány kérdést. Az utáni első holtöltét következő vasárnapra tenném a dolgot. Tehát a napi egyenlőség utáni első holtölte, szerintem. Persze! Nem haragszatok! Jézusom! Bocs, gyerekek! Köszönjük szépen! Kösz a vízforralót! Jó lesz itt! Márfél literes vízforraló, a Rasselhoff és az Euronics műszaki áruház jó volt. Balázs, ott fogok csöngetni a vízforralóval nálad, jó? Gyerekek, nálunk utazást autót lehet nyerni, de a vízforraló se rossz egyébként. Oké, Balázs, majd nézzük az utazást autóra. Most le kell tenni, most nem tudjuk ezt megbeszélni, mennetek kell? Ennyi? Nem, hírek vannak, vagy hallgatok a Gabi híreit, és nem tudom. Akkor mennetek el. Hát akkor menjetek, nem zavarunk vele a menetbe. Jó van. Tudtam választani a kérdésetekre, mindenki megnyugodott? Megnyugodtunk, Gabi, drágák vagytok. Menjetek, siessetek. Így van. Nálunk nem kötött el. Kötetlenebb a dolog. Puszi, szevasztok, köszönjük szépen, sziasztok. Ciao. Ciao. Nem örültek. Töki, miért nem mentél érte, Töki, inkább azt mondja nekem, most Töki. Nem, mert kérdeztem, hogy mi van. Azt mondta, hogy semmi papírok. Hát mondom, ami eddig nem hiányzott, dobd ki. Érted? Na de hát csak átnézed, nem, hogy egy diploma van benne. Persze, hát én följön az exem, gyere, érted, ha 10 évig nem hiányzott, nem tudnám, de ha te csak gondoltál erre. Nem, hát azt gondoltam, ilyen régi ízé, vackok, tudod, ami mit. A foggal letépett boxerek. Olyan cuki, Töki, olyan cuki vagy. De cuki, hogy cuki. Gyerekek, hova rohantak ennyire a bocsiék? Hát olyan volt, mint a menekülnének előlünk. Miért menekültek ennyire? Elszoktak már az improvizálástól. Nem, te féltek, hogy nem akartuk őket bedarálni. Annyira rohantak, nem? Hát én úgy dumáltam volna. Hát ritkán tudunk összebeszélni. Lehet, hogy a programigazgató már bent integetett. Ne. Végetek van, végetek van. Igen. Hát most nézem őket a webkamerán, marhán nem mondanak híreket, beszélgetnek tovább. Bennünket akartak lerázni. Hát leráztak minket. Nem mennek. Legalább a régi kollégák miatt, tehát több sláger is van itt, mint ott. Na mindegy, jó van, majd még fölhívjuk őket. Jó van, Töki kém, na. Na, ne legyen, de hogy hívtad? Möki vagy Pöki, vagy Töki és Pöki elmegy nyaralni, nem volt ilyen? Nem volt ilyen, nem volt. A kis Töki család, a Borsó meg a Héja, a Töki meg a Pöki, nem volt ilyen? De nem rossz. Ha most visszacsinálhattam az egészet, akkor tökizném. Te voltál a gyöngyölász, meg az osztriga. Gyerekek, csak mondom, nyertünk egy vízforralót. Nagyon jó. Az nagyon jó lesz itt bent. Nyertünk egy nagyon komoly vízforralót. Na jó van. Ügyes vagy. Gratulálunk. Jó van. Na fél tíz múlt, pontosan 6 perccel, jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Az jön. Ugye egy pici reklám, aztán jövünk vissza mindjárt. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:40 lesz. Pontosan 5 perc múlva. Azt mondta Gábor, hogy mennek, mert hírek van. Igen. De nincsen félkor hírek. Nálunk sem. Hát már most ilyenkor már nincs. Igen. Nap legjobb pillanatai vannak náluk is. Meg mindig nem úgy szoktak náluk lenni a hírek, hogy először meghallgatják Ákost, és akkor abból szemezgetnek. Gyerekek, csak mondom, hogy van egy vízforralom. Van, hát. Király vagy. Köszönjük, Balázs. Nincs nagyobb dolog, mint rádiósként a konkurenciánál nyerni egy vízforralót. Ezt csinálja valaki utánunk. Hogy játszál a konkurenciánál, úgyhogy nyersz egy vízforralót? Remélem, hogy nem soznak ránk bármit. Kézzel, ilyen használt, ilyen vízköves, most a konyhába használnak, tudod? Ennyi, gyerekek, ennyi. El kellett hoznunk a vízforralót. Elmentünk, elhoztuk. Van egy vízforralom. Helyesek voltak egyébként. Nyilván tudjuk, persze nem egy egyszerű, tehát van egy adásmeneted, egyszer csak ebbe valaki bejelentkezik, szponzorált játékod van, ott vagy, beesnek, szerkesztett adásmenet alapján, nem egyszerű. Nyilván mi erre készültünk, ide nem tettünk semmit, tehát nem, nincs azzal baj, hogy menniük kellett, ezt érti az ember, hát van egy csomó kötelezettségük valószínű, nem tudom, hogy mi ott a pontos adásmenet, egyszer csak ebbe így élőbe beleesik valaki, hogy kopogtatok, hogy
hadd jöjjek, beszélni akarok veletek, akkor az ott borít mindent. Tehát valószínűleg ezért rohantak, mert van egy csomó reklám. De főhelyre rakjuk majd a vízforralót, úgy fogjuk tartani, mint a vikingek az aranykereszteket, amiket raboltak a portyázások során. Igen. Kirakjuk ezt a vízforralót, a Music FM-ből zsákmányoltuk. És volt egy lány, aki ugye mondta, bocs, hogy egy lány elbukott. És kezdett hallgatja az adást, és kinyerte meg a Balázsnak klasszba. Igen. A Balázsék Morning Show Feri Janiához a vízforralót. Szia, Rebeka vagyok, a Music FM-ből felvenném az adataidat. Na, azt nagyon várom, hogy 10 óra után Rebeka felvegye az adataimat. Sebestyén Balázs. 1089 Budapest, ülői 102. Ne szórakozz már. De tényleg. Na jó van. Tökiké, elcsendesedtél, mi volt fel. Kicsit a nosztalgiát, a webkamerára. Tökiké, egy picit úgy elcsendesedtél. Oh, olyan jó, szép évek voltak. Nap. Bela Gabi, igen, Bela Gabira érdemes? Én nem ismerem őt, hogy... Bela Gabira érdemes? Hát gondolom, mielőtt az NMA lakossági bejelentés alapján azt mondja, hogy Bela Gabira érdemes, veszi ki ezt a szövegkenezetet. A profik nem a csendtől. Mondom én, hogy rákeresni az interneten, tessék a további. Hát tudod, hogy mi így együtt voltunk, hát az embernek ilyenkor azért vannak jó gondolatai. Tiszta pára a szemüveget. Ez valami? Érted. Na, így néz ki. Ó, Istenem, kezdi csokkolom. Gabi, nagyon helyes. Ne, nagyon a privát, volt. A privát fotókat mutas, amiket akkor csinált. Légy szíges, egyébbe az iCloud-ba. Fekete fér orfó filmre. Dagerú típjákra, amit fotóztál. Igen. Mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy miről is beszélgetünk. Ugye hétvégén tűz volt egy balatonfüredi szállodában, hál' Isten senki nem sérült meg. Arról beszélgettünk, hogy mi mit csinálnánk ilyenkor, ha tűz lenne a szállodában. Egyáltalán kiveszi azt komolyan, hogy egy szállodában tűz van, egy csomószor hallott, hogy valami megszólal, nem indulsz el szobában, vagy boxer alsóban mesztelenül, csak tényleg akkor a dörömbölnek az ajtódon. Ugye erről volt szó, megbeszéltük, hogy mi mit tennénk. Illetve láttunk egy videót, amit talán a Velvet tett föl, egy kínai svéd asztalról, ahol is hát egymást ölve marokszámra tépik ki a garnéla rákokat egymás kezéből, és tányérral merik a rákokat a kínaiak, és megbeszéltük, hogy egyrészt hál' Isten ez nem csak egy magyar sajátosság, kettő kértük hallgatóinkat, hogy mártsák be a rokonokat, vagy önmagukat, barátokat, ismerősöket, mindenki, aki kicsit vállalhatatlanul viselkedik egy-egy szállodában a svéd asztalnál, hát nagyon jó kis SMS-eket kaptunk, úgyhogy ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 3:40, 10 múlt pontosan 6 perccel. Csabi, hello, jó reggelt! Jó reggelt! Hello! Nagyok vagytok. Még maradtunk volna velük együtt, de le kellett tenniük. Nem tudjuk pontosan miért. Na. Hát én sem tudom, mert én titeket hallgatlak. De hát most őket is hallottad. De legalább tudjuk, hogy Feri diploma munkája hogy került az utcához. De megvan. De megvan. A néni nem kevés megtalált. Pénzt adtam érte. Hívjuk a nap hallgatóját. Igen, András, hello! Morning Show, szia! Jani, Csabi, Feri, Balázs, hello! Szia. Hello! Hát te lettél a naphallgatója, nagyon szeretjük az SMS-t, amit írtál, csak aztán belemerültél a munkába valószínű. Így van, igen, benn vagyok az irodában, igen. Mit dolgozol, András? Egy rendezvénytechnikai cégnél. Vagy. Hát ugye nem is magadról írtál, ugye a svédasztal az témához szóltához, hanem a kollégádat mártottad be idézőjelesen. Igen. Aki igen, belelkesedett igen. A krémes láttán, és azt látott pár perc múlva, hogy nejlon zacskóba pakolja a krémest, majd beteszi az öltöny zsebébe. Így van. Egy két öltöny zsebbe sikerült bepakolni a krémeseket, ez a nagyon pici uzsonnál zacskóval. Atya Isten. Így van. Igen, hát én nem akartam megtudni, hogy milyen az öltöny másnap reggel, de hát neki ez így biztos jó volt. Lázba jött a svéd asztaltól valószínű, az kicsit, biztos, igen. Nagyon belelkesedett. Vele dolgozom most is? Ez egy mostani kollégán? Nem, ő már nem dolgozik. Nem, mert kiderült, hogy mást is elhozott a belső zsebébe, és megszabadult tőle a cikk. András, nem mondtad, hogy Morning Show van egy csomó plusz ajándékot, hallgass meg, jó? Hát ajándékcsomagot nem tudunk adni, de te vagy a nap hallgatója. Rendben. Jó munkát, köszi. Köszönöm. Köszi, hogy minket hallgat. Ciao. Hello. Hello. De milyen így a krémes? Tehát, hogy lehet azt még utána élvezni? Persze, kanállal. Igen. Felturmixolod egy kicsit, és akkor vanilésodó az is. Ridikülből kiszedett rántott húsnak is jó íze van még, vajon? Ez egy érdekes dolog, de hogy tényleg hányan pakolnak? Hát erről beszéltünk. Kulacsba a kakaót a gyerekeknek, 6 kg szendvics, belső zseb. Egy szendvicset elhozol, akkor az még persze annak az állaga nem biztos, hogy változik, a be van csomagolva. De gondold el, hogy volt egy hallgató, aki leírt, hogy talán az anyósa a kicsi ridiküljébe kinejlonozza, és beleteszi, mint a francia salátát, hogy ezt kijöntöd a nejlomból egy tányérra, kicsit beleragadott a ridikülödbe, egy fogsz egy kanalat, és ilyen félmeleg szobahőmérsékletű francia
francia salátát bekanalazol. Lefordítod az acsit és lenyalogatod. Igen, tehát azért ehhez nagyon éhesnek kell lenni, és ez nem is az éhségről szól. Lenyalogatod a tartárt a kis körömreszelődre. Igen. Na, jól van, hát már csak te vagy Csabi, milyen zenék lesznek, remek zenék? Előtte még gyorsan hadd mondjam el, hogy a hétvégén ugye megtörtént a nagy születésnapozás, ugye a Rómeó 11 éves lett, és képzeljétek el, életünkben először készítettünk olyan fotót, amit megismételtünk. Amikor megszületett a gyermek és hazavittük, akkor ami Bazsi kutyánk csodálkozott, hogy ez itt micsoda, kicsoda, és ezt a fotót elkészítettük újra 11 évvel később, és ezt most a Klassz FM Facebook oldalára ki fogom rakni, hogy mindenki láthassa, csodálatos. És közben hozok ugyanúgy nektek... parázsban, mint... Hát Istennek, én nem látszom ezen a képen, csak a, mert hogy még a kutya is megvan, 18 éves lesz. Májusban. 18 éves? 18 éves. A kutyánál azért az egy szép kor, igen. És Major Lazert hozom nektek, mert tudom, hogy nagyon szeretitek a különleges hangú, vagy hangzású zenekarokat. Uh-huh. A Major Lazer egy olyan amerikai csapat, akikről nagyon sokáig nem lehetett tudni, kik vannak a háttérben. És aztán persze ez később kiderült, egy ilyen nemzetközi produkció, és nagyon szeretnek másokkal együtt dolgozni. Most Ellie Goulding-gal és egy bronxi reggae énekessel, Tarus Reilly-vel közösen készítettek egy dalt a harmadik lemezükre, ez a Powerful, és ezt fogom nektek megmutatni. Itt nagyon érdekes, ilyen nagyon jó középtempós dal. Jól van, meghallgatjuk. Csabikám, jó munkát, 555-55-00 a telefonszám, ha szeretnétek dalt kérni, akkor tegyétek meg. Jó, mi pedig jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Hello. Hello. Ciao, ciao. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Morning Show! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.